Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk 9 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Hol a szivacsom, gyerekek? Hát akkor fölrakunk egyet. Most tényleg a hétfőn már így kezdeni, már a szivacsot se a régi. Hát én már megőrülök, komolyan mondom. Hát most nincs meg a szivacsom. Régi szivacs, új szivacs, eltűnt. Eltűnt minden, az SMS gépen pedig. Az SMS gépen pedig nem működik. Zsülte, már nem vagy formában szívem. Tehát egyikön sincsen. Olyan viagolt nálunk éjszaka, hogy egy órát hesszeltem, hogy jön a gyerek hozzánk aludni, vagy nem jön. Lemenjek-e felhúzni a kocsiba az ablakot, vagy nem menjek le felhúzni az ablakot. De te tényleg úgy teszed le a kocsit, hogy nyitva van az ablak? Nem, én úgy akartam letenni, hogy leteszem a gyerekeket aludni, és utána felhúzom. Aha. Csak megint elaludtam a Benny mellett. És felébresztett a gyerek, és mondom, most ázik el. Most már, már nyakig áll a víz az autóban. És akkor úgy hallgatod, elalszol egy kicsit, fölkezd, és arra gondolsz, hogy még mindig esik. Ez még az ez a mennyiség még mindig beesik a kocsitba. Kicsit arra gondolsz, hogy hát ha nem. Hát ha felhúztad. Hát ha nem, hát ha felhúztad. De nem. Nincs ezen a drága úton olyan, hogy így, amikor lezárod, akkor automatikusan felhúzod. De én a stusz kulcsot is benne hagytam. Igazi menő vagy. Tehát mindent, ahogy kell. Majd egy címet adjál már hozzátok, mert nem tudom a pontosat, hogy ha véletlenül egyszer arra járnék, és elvinném egy körre a Verdát, akkor nagyon szívesen szabad megyek vele. Szabad a vásár. Jani! Ilyen, hogyha ha majd esetleg egyszer nem fogunk rádiózni, akkor mindenképpen besúrom a tolvajnak mennyivel. Figyelj, egyszer úgy beslisszolsz már, hogy egyszerűen... Persze, én hallom, hogy trécsáltak, és így gyorsan így... Meg se lássatok. Félek, hogy ez egy jelzés, hogy nem akart részt venni a reggeli beszélgetésben. Nekem reggel föl kell ébrednem, meg kell érkeznem, ott már hallottam, mondom, nem, ez nem. Ha mondom, nincs benne a szerkesztői szobában senki, vagy csak a Jani, akkor úgy bemegyek. De mikor ők ketten megfejtenek, arra én még reggel nem vagyok képes. Én is gyorsan ittam a kávéval, vagy valami. Tudod, így jövök el a szoba mellett gyorsan. Még csak meg se lássanak, semmit. Majd itt benn. Még hadd érkezzek, meg hadd kelljek. Megoldottátok? Nem. Ja, ennek a problémának a megoldása nem a mi feladatunk. Igen. Ezzel nem akartam még szembesülni. Annát már hallottam, hogy egy hangvétellel feljebben. De Jani! Mondom, dekorán van ez. Ez nem a mi feladatunk. Dekorán van ez. Ez a baj, amikor az emberek mással kell foglalkoznia, mint ami egyébként a feladat. De hát most erről nem tudunk beszélni. Na, hogy telt a hétvégétek? Hétvégén nagyon sűrű volt, nagyon jó volt. Jó volt, tényleg jó volt, nagyon sok program volt, nagyon minden benne volt, úgyhogy osztálykirándulás gyerekekkel, egy étterem. Meg volt a közös kirándulás. Egy étterem kipróbálása is volt, vendégeskedés is volt, barátokkal, úgyhogy fú, nagyon sűrű volt. Most már mond megállapítottuk, hogy jó lenne egy olyan hétvégé, amikor nem kell semmit. Állandóan megyünk, jövünk, de tényleg. Úgyhogy jó volt. Meg volt az osztálykirándulás. Na. Nagyon szép helyen voltunk. Találkozott Benni a leendő kis osztálytársaival? Aha, meg a szülőkkel. Igen, anyukákkal. Ez egyébként jobbak az apukák? Igen. Na, anyukám, akkor... Mindenki tök cuki, tök aranyos. A gyerekek 5 perc van együtt. Bandáztak. Az a könnyebb része, tudod, mert egy 6 éves gyerek, meg még egy 6 éves gyerek, az 2 perc múlva tud játszani. Igen. A feszengő szülők, ugye? Igen, de nagyon oldott volt a dolog, mert egy János, vagy mi ez, egy ilyen kisvasút, vagy mi a rosszabb ez? Ez a útörő vasút. Igen, mindig összezavarodik az ember. Hol voltál, igen. Mert most már felcsúton van, most már kisvasút. Az nagy. Felcsúti nagy vasút. Nem, ez kérlek szépen úgy történt, hogy voltunk valamelyik megállójánál találkoztunk az úttörővasútnak, vagy most már nem tudom, hogy hívják. Erről így volt megbeszélve előre? Valamelyik kisvasútnál találkozunk. Természetesen picit elkéstünk, sőt, mi voltunk az utolsó. De megvártak. Megadtuk az antréját a dolognak, beléptünk, utoljára érkeztünk. De Viki keresztbe állt a sineken, hogy ne így. Kézifékkel megérkeztünk egy kábrió, de hogy is nem. 30 szülő. Köszönjük. Picit elkéstünk. És onnan indult a kirándulás, fel egy kilátóhoz, a kilátónál kis játék a gyerekekkel, kilátótól lesétálás egy völgybe, ott egy piknik, mindenki kirakta, amit hozott, gyerekeket elvitték ott egy ilyen ismerkedős játékra, közben szülők ott maradtak ismerkedni, kis párcsere, kis cinger, és akkor utána... Kullancszedés egymás, hónaljából. És onnan visszaséta az autóhoz,
egy órára megvoltunk. Nagyon, nagyon jó kis kaviár program. Meg a libamájat vitted. Kaviár, libamáj, prosciutto és beluga. Tehát így indítottunk. Nyilván megízzettek a kéteringesek, mire felmentek a kilátói. Nem, mi nagyon rendhagyó módon csináltuk ezt a dolgot, mert nem vittünk semmit. Ez ezért, jó. Ezért nagyon keveset fogyasztottunk, pokrócot se vittünk, tehát nyomorultul a pulóveremre telepettünk le. A többi szülő nagyon helyesen megérkezett kiskosárra, kajával, ahogy kell. De elmondtad nekik elaludtunk, rohantunk. Őszinte semmiről szóló definíciót elmondtad neki? De ez még nem azt jelenti, hogy ezek az irányelvek, és akkor most jönnek az irányelvek. Elmondom akkor, miért jobb az őszinte semmi. Ezt még, nem akartam előadni, sőt, amikor ott kiraktak mindent a piknik asztalra, és akkor ott ment a kajálgatás, mi viszonylag a háttérbe húzódva éltük át ezen perceket, nagyon pofátlan lett volna. Na, mi ez ott? Almást hoztunk? Nagyon szeretem. Hát, almás, mit te? Istenem, hogy imádom. Mi ez ott? Pucoltrépa? Pucoltrépa, csak ebben sem. Három szállam már is ide neki. Hallottál már kisfiam a gyerekkori állízáson? Na, akkor te csak éppen oda vissza. Helyesek voltak a szülők, mert látták, hogy mi ott üldögélünk ketten, nyomorultul egy ilyen félig összerágott pulóveren, tudod, mert se pokrocunk semmi, és akkor néha odahoztak, így megkínáltak valamiből, illetve egy ilyen félig megszáradt sajtos pogácsát majszoltunk nyomorultul. Úgyhogy jó volt, gyerekek is nagyon jól el voltak. Tudod, ez arra jó, hogy már úgy mész bele a nyárba, hogy már tudod, hogy kik az osztálytársak, kik a szülők, már nincs az, hogy jaj, tudod, a gyerek is végigszorongja a nyarat, az iskola, nem akar, de szedzomit. Már úgy, már ezzel barát, már azzal, már várja az őszt, úgyhogy ez jó rendszer. Ez egy tök jó, tök jó. És lesz jó még ilyen közös egyhetes túlérő tábor a Bakonyban, vagy ilyesmi nincs? De már összre is szerveződnek a programok. Ez ilyen nagyon családos, nagyon együtt megyünk, nagyon sok mindent csinálunk. Lantot faragsz, hárfát faragsz. Nem kell, ez nem az, úgyhogy lesz ilyen szülős, csak gyerekes szülős, minden. Jó, szerintem ezt így túráztatják. De kell is egyébként. Jó arcok a szülők, tehát hogy így pikpak lehetett ott bandázni. Én meg azért úgy elég hamar megtalálom egy műveleséssel feldobtam a hangulatot, tudod, de kicsit legurultam a helytetőről, hogy vicces legyek. Két igazi. Igen. Fölmentünk valami rohadt nagy kilátóba, a kilátó tetejét jöttem rá, hogy nagyon mozog, nagyon fúj a szél, és nagyon tériszonyos vagyok, úgyhogy minden gyerek ott mászott fölfelé, még így álltam a szélé, hogy miért nekem kellett ide felmászni, de jó volt, szerettem, úgyhogy ezzel ment el a szombat. Nem egy ilyen vörös pártázatos lőréses ház itt a Gellértének az oldal. Én nem tudom, milyen kilátó van arra felé. A Jároshegy itt van föl, és alatta van egy kisebb hegy, és a kisebbének a tetején van egy gyönyörű szép fakilátó, és rálátsz Mária Remete, Hűvösvölgy, de hogy ez milyen kilátó, hol voltunk, ez melyik erdő, és mi az a vasút, és kik voltak azok az emberek ott körülötte, nem tudom. Kiderítjük, hogy hol voltatok a hétvégén. Szép Ilonka völgy, vagy szép asszony völgye, megálló vagy valami. Szép asszony, nem, az nem itt van, picit arrébb, ott is van. Szép Ilona, szép. Akkor nagyon messzire elkószáltatok. Kicsit eltévedtünk. Kis vasút. Szép Ilonka völgy, szép asszony völgy, szép Ilona. Én az van. Valami. Ilonka vagy Ilona, az lehet, de... Ilyen megállóból indultunk, és akkor onnan ment a túra. És jó volt. A gyerekek előtt azért eljátszott, hogy menő vagy, és te nem félsz, mert ugye nem mutathatod, hogy, vagy mutatod, tudják, hogy tériszonyod van. Nem, én mondtam benne, hogy miért apádat rángattad ide föl, amikor rohadtul tériszonyos vagyok. Egy másik anyukon meg megállapított, hogy nagyon tériszonyos ő is, tehát az egész fakilátot rángattak a gyerekek, ami fogja meg a kezem. Egymásba kapaszkodtak, sőt, együtt is aludtak. Összebújtunk, és balra, jobbra mentek kilátó, ugye majd Benni, menjünk le, Benni, állj oda föl, ne csináld, nem mozog. Tudod, mert minden egyes mozdulatra azt jelenti, hogy most kiesik a gyerek. Benni nem tériszonyos. Egyáltalán nem. És ugye föl lehetett állni, föl lehetett, és voltam régen, és valahogy egy tíz éve ez megjött. Na mindegy, úgyhogy esemindús volt. És gyereknap? Volt valaki valahol? Semmi? Mi ezeket a nagyon nyilvánosakat, ezeket azért úgy kerüljük. Egy ilyen kis baráttal titársága voltunk. Dunapart, Vác, Dunakeszi, kajálás, rollerezés, gyereknap, de nem volt ilyen nagy. Ez a tudott százszülő romogul, adj egy lufot, Pistika, ja. ide gyere, nem. De ugye ezt nem is tudja, vagy úgy nem várta, vagy úgy nem. Ha tehát titokban tartod a gyereknapot, és akkor mindjárt megúszod. Nem, tök jó, megúszod, a karácsonynál is. Neked benne minden nap gyereknap, ezt így kell van mondani. Én mindig ezt mondom az enyém, még nincs parádé. Hogy nálunk az, ami a többieknek gyereknap, az nálunk nem az. Nálunk 364 gyereknap van, jó? Csak az egy nem az, amikor a gyerek, többi gyerek boldogan mászkál azokkal a lufikkal, meg azokkal a mindenféle kis játékokkal, meg eszi a vattacukrot, te nem fogsz. Ugrálóvár, ugyan már kicsi. Adjál meg a melegbe. Nem érti, voltatok valami nyilvánosan? Nem, mi ugye, ahogy adtuk a gyereknapot, hogy elengedtük a gyereket egy-egy napos kirándulásra Balatonföldvárra, tehát nem voltunk együtt.
Balatonfölvár egy nap? Igen, elmentünk. Jaj, osztálykirándulásuk volt, tehát ez az is az vasárnap? Igen. Szabadnak? Tök jó fejek voltak. Hát úgy akkor volt, hogy szombatról vasárnapra viradólag, és akkor másnap jöttek vissza. És egy nagyon kellemes kis szállodában kivettek egy pár szobát, az egész osztály ott volt, és ott bandáztak, marha jól érezték magukat. Meg akkor szabad hétvége gyerek nélkül? Ó, ha még a szomszédok is rágyújtottak utána, mi? Ha akkor a buli volt, mi? Hát ezt meg kell ünnepelni, adjatok egy cigit, a Janit, vagy azt a nyomja, miért tolják. Kár, hogy képet nem adnak. Hanem egy rádió műsorbelnök első osztály. Úristen, hagyj hallgassam még egy kicsit, hagyj hallgassam még egy kicsit. Emellett természetesen a kulturális, végre végignéztük a Wall Street farkasát együtt. Tehát van egy ismeritek, persze, hogy ismeritek, mert benne vagytok, hogy van egy olyan időszak az életednek, amikor nem tudsz megnézni közösen a feleségeden filmeket. Konkrétan 6 éve élünk, úgyhogy. Mert hogy a gyerek miatt ugye egyszerűen képtelen vagy. Tehát, hogy azért van az a szint, ami nálunk mondjuk elég picit ilyen liberálisabb van nevelve a gyerek, tehát hogy azért nálad becsúszik ez az amaz, de hogy ez a szint azért még nem az, amit ő még megnézte. És előtt is megnéztük, és 3 órán keresztül érted. Csúnya beszél. Minden. És akkor tudod, rátör ez a, mit tegyek még? Mit vigyak még hozzá? Mi van még? Tudod, elmúlik az időt, csináljuk még valamit. Úristen, mindjárt vége. Jézusom, már csak egy kicsi van, mindjárt jön, tudod? Persze, ezt ismerem, mert mi is vagy külön nézünk, vagy nem nézünk. Én tegnap 9:30-kor aludtam a gyerek mellett. Viki fölkeltett, és valami lépcsőről magyaráztam, hogy miért nem hagyott aludni, mert még meg kell szerelnem a lépcsőt. Tehát, hogy ez maradt. Lépcsőt szereltem. Én álmomban lépcsőt szereltem, és fölébresztett, és mire fölértem a mi hálószobánkba, végig magyaráztam neki, hogy most miért kellett fölébreszteni, mert meg kell szerelni a lépcsőt. Igen. Ennyire voltam kész. Úgyhogy sorozat, esély, sansztalan. 9:30-kor aludtam már, úgyhogy. Ja, az jó, akkor egy nap szabad. Hát az... nagyon nagy volt, és most lesz majd egy másik, és meg akkor még próbáljuk meg egy 5 naposra is elküldeni. Hát. És már megy akkor? Hát ő nem nagyon akar, ugye? Ezt elmondta Jani, hogy sok az 5 nap a gyerek. Igen, meg jól érzi magát otthon. Tehát ugye fura ezt mondani, de hogy jól érzi magát a társaságunkban a gyerek. Tehát, kezdjetek offenzívába szerintem. Igen. Már mától. Megpróbálok rosszabb lenni. Hangos rosszabb vagy. Igen, ne adj neki enni. Indokolatlanul. Megint egy ötös? Hogy szeret ezt, virág? Jó, és akkor ezt szerintem, hogy 2 hét alatt eljutok így odáig, van, hogy örömmel fog menni az 5 napra. És ők már költözni akar. Ez így meglátjuk. De egyébként nagyon jó hétvége volt, és kis mászás volt benne jó sok mozgás, az egész évvel nagyon-nagyon. Jó, igen, jó idő volt, úgyhogy. Jó kis, meg hát voltak az események, hát azért... Én semmit nem láttam a BL-döntőből, se Forma 1-ből, se kézilabda BL-döntő. A Veszprém 9 gólos előnyel csak reggel olvastam. Hát én szombaton jöttem haza, és hallgattam végig ugye az elődöntőjüket, ahol gyakorlatilag a sírból szedték össze a második 5 percre. Figyelj, én tudjátok a sporthoz való viszonyomat. A sírkő alól mászta. Nem szálltam ki a kocsiból, és üvöltöttem, hogy csináld meg, úristen, de tényleg, igen. Tehát abszolút. Na, és erre jött a másnap. Jöhet másnap a fiesta, így gondolkodott az ember, akkor hát, hogy senki nem fogja megállni. 9 gólos előnyük van. 12 perc a vége előtt. Ők sem értik. Szegény. De hogyha ők nem értik, akkor ki érti? Igen. Gondolod a menedzsmentet, meg a minden, ott a páholyba már szerintem nyitották a pezsgőt. Hát valaki már azok el is köszönt, ugye. Igen, azt hiszem a Kálom is talán is mond, igen, de ott már nyitod a pezsgőt, örülsz, lebont már, szervezed az afterpartit, hívogatod a haverokat, hogy este gyerekek, belug a kaviáros parti van itt, és 9 gólról egyszer csak összeomlottak. Igen. És az kemény. Lengyelek meg föltámadtak. Ez volt a harmadik, ugye, tehát ez volt a harmadik döntőjük a BL-ben, és a harmadik elbukott. Igen, hát ugye tavaly is elbukták. Igen, én nem tudom. Tavaly is, úgyhogy minden megvan egyébként, hogy kiváló játékosok, tényleg anyagilag is rendben van a klub, mindenféle tekintet, és még itt azt se tudod mondani, mert egyébként én azt mondtam, ott beszélgettünk tegnap este a szomszédommal, Robival mondtam, hogy ha ez egyébként egy olyan meccs lett volna ez a tegnapi, hogy végigvezet az ellenfél, és akkor úgy azt mondod, hogy szép eredmény volt, gyerekek, hogy eljutottunk megint a kapuig, de igen. Ez, hogy van egy 9 gólos előny, hát mindenki azt mondta, hogy hát meg vagyunk, meg és óra alatt egy olyan csapat ellen, amit eddig 5-ször vertek, egyszer kaptak ki csak tőlük, tehát hogy azért enyhén szóló is pozitív volt a mérlege a Veszprémnek a lengyelekkel szemben, és szinte érthetetlen. Szerintem az előző napi meccs, tehát az elődöntő annyira kivette az erőt, tehát hogy ott akkora energiát kellett megmozgatni, nem? Abban az utolsó 2x5 percben. Hát igen, de most nem tudunk mi az ő fejükkel gondolk, de én most mondtam, hogy ha jó, de akkor ki kellett volna 9 gólos előnyébe bekelni, meg csak a védekezés, meg ilyen. Okoskodni mindenki tud ebben az ország, mi is, de ha inkább hagyjuk. Tehát, hogy ezt nem tudjuk. Ők sem tudják, hogy mi történt. Nem értik. Kemény.
Úgyhogy ezt sajnáljuk nagyon, hogy így történt. Igen, én élőben nem néztem. Real Madridot se láttam, szóval semmit igazából. Nem, nem voltunk. Ki hagytott Cristiano Ronaldo felső testét? Ki szombat a, a legfrissebb felvételeket róla. Ronaldóról igen, szombat este vacsorázni voltunk fönt a várban, és így ki is maradt. Utána beszéltem egy ismerősömmel, és mondta, hogy jó meccs volt, meg rendben volt. Elolvastam azt is. Én nem, valahogy most egyedül a teniszben néztem bele egy kicsit. A 11-esekben nyert a Real, azt olvastam. Igen. És Cristiano Ronaldo azért így félig sérülten azért odaszólt az Zidánnak, hogy hadd lője ő az utolsót. Igen, úgyhogy... igen, ő volt az, aki hogy megkérte, mert hogy azt érezte, hogy ő be fogja lőni, és hogy megint ő lesz a kulcsa az egész meccs. Ő neki ez a fétise. Mondjuk, igen, ő benne az a jó, hogy akkor is ő azt gondolja, hogy ő a kulcsa a mérkőzésnek, amikor marhára nem jön, de... Igen, hát ennek de azért meg kicsit közben tényleg, hát szóval, hogy így senki nem lő annyi gólt a BL-be, mint ő. Igen, bajnok lett a Real Madrid. Na, ott is az Atletico, már nem tudom hányadszor a bukja. Ugyanígy, mint a Veszprém egyébként. 11-esekkel, tavaly is, tavaly előtt is. A végén, hogy ki tudja jobban összerakni magát. Igen, igen, mindig az van, hogy van a szimpatikus csapat, meg van az, aki nyer. Nem mindig egyezik a kettő. Nincs már ez a mezlevételi tilalom? Nem, hogy nem lehet, volt egy darab. Utána nem? Igen, gólöröm szerintem... után nem. Tehát gólöröm után nem szerencsés, azért sárga lapot kaphatsz, de ha vége a meccsnek, akkor és lefújják, és belőtték a 11-est, és az utolsó eldőlt, akkor azt már csináltod. Gólörömnél nem annyira szeretik, ha letéped magadról, és akkor... Nők millió is írtak föl, amikor ez megjelent, így ez a rendelet. De tudomásom szerint egyszer se kellett még a Cristiano Ronaldo-nak mondjuk a Cofidis-hez fordulni azért, hogy ki tudja fizetni a büntetést. Igen, jó ötlet volt a mezletépés, jó ötlet volt a Providen. Köszönjük Cristiano Ronaldo-nak a mezletépést, jó ötlet volt a Providen. Van, látják? Ezért kell fizetni. Na, azt mondja, hogy nézzük gyorsan, mit írnak hallgatóink. 11. kerület Fehérvári út Budafok irányában az Etel úttól tilos parkolni, Szala küldte nekünk. Bansi évadzárót megnéztétek, már srácok, Zoli kérdezi. Én még az elsőt se az utolsó évadból, úgyhogy igen, még parkolni kell. Nem, de biztos, hogy erős az évadzáró. És ezen a vége is az a sorozatnak, igen. Tehát el is temették, ez volt az utolsó évad. Igen. Szép Juhászné állomásnál szálltatok fel, Elemér küldte nekünk, jogos. Szép Juhászné, na, aha. Szép Juhászné volt ilyen. Elemér a masinista. Elemér volt a masinista, igen, és a Makovec Imre kilátóba sétáltunk föl. Hát mindent tudok már, hogy mi történt hétvégén. Minden kilátó Makovec, tehát hogy ami nem, akkor azért az lesz. Érdemes, hogy még most is épülhet Makovec. Hihetetlen, igen. Kaptuk SMS-ben. Ezt is, M1-es egyeshalom határos tau, töki írja nekünk, és azt mondja, hogy próba Zsültől lesz, mire kapattuk, hogy próba Zsültől. Hát az, hogy küldött a Zsül egy, hogy hívják ott egy SMS-t a falunkra, hogy megnézze, hogy... Ez te voltál? És elküldöd ezt, hogy próba Zsültől? Miért nem küldöd azt, hogy Kuki, vagy Nuni, vagy Szőrtűsző? Vagy... Próba Zsültől. Vagy sajtos lepcsánka. De miért nem? Igen. Miért futtatod is Siligós magad? Siligós kulászta. Hát a nevet? Te kis hiú. Igen. Na, te kis CR7. Ákos elmondja a legfrissebb híreket. Mi lett? Ki kaptunk a múlt héten? Kikaptunk, és két hét egymás után elúszott, illetve hát a hallgatók megnyerték, úgyhogy most nagyon oda kell csapnunk. Igen, verhetőek vagyunk. Az a helyzet, hogy verhetőek vagyunk. Írjátok meg, jó, ha játszanátok velünk, mi meghallgatjuk Ákostól a legfrissebb híreket, azt is, hogy milyen idő lesz, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:47 múlt pontosan 3 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, hétfő van, hát igen, ez egy nehezebb nap, de már a sokadik hétfő. Viszont, ami az időjárás illeti, hát ilyen szeszélyes április. Jó, milyen április, június van. Igen, június van, de hogy ilyen sok eső, sok vihar, sok napsütés, eső, vihar, napsütés, ez megy majd így körbe-körbe. Aztán... Jó, az, hogy lesz, hogy lehet, hogy majd lesz jobb is. Tehát, igen, ezen a héten változékony, ilyen szeszélyes időjárás lesz. Minden esetre ma már itt Budapesten napsütésre lehet számítani, de az ország számos helyén lesz majd zivatar, zápor, szóval az sok. De a hétvégére nézve egyébként nem sok biztató, tudunk mondani. Ez igen, már ennyire láttad előre? Már látom, ilyen 50%-os esélyt adnak arra, hogy esni fog szombat vasárnap. Az de nem jó. Szaladjunk ennyire. Ennek nem örülök, csinálj valamit. Még az változhat addig. Aha. Csinálj valamit. Már látom, hogy tervedsz ő arra, hogy megváltoztatja az időjárást a kedvedére, Jani. Látom, igen. Hogy már dolgozik most már rajta. Esőtánc van, esőtánc. Valamit csináljál, hogy ne essen, mert hétvégére is van már valami. Na, megnézzük ki az hét első játékosa? Ám, legyen. Szerintem igen. Kivel köszöntjük a hetet? Nézzük meg. Jó, itt van már is a hét első játékosa.
verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt, hello. Jó reggelt, sziasztok. Szia, hello. Marci. Marci, honnan hívtál minket, Marci? Hát, Fótról, most éppen Fóton vagyok. Fóton vagy? Mit csinálsz Fóton? Utazok keresztül, mert Budapesten voltam, barátnőmnél, és megyek Veresre, vagy hát Szöldigetre. Ott alvós buli. Ott alvós buli volt a barátnőnél. Bizony. Végre megengedték, hogy ott aludjak. Na, jó. És a kis Marciból nagy Marci lett, ha érted, mire gondolok. Felnőtt ez a kis Marci? Fogjuk rá. Tényleg? Első ott alvás? Nem, de hogy is. Csak úgy megőrülni neki, hogy gondoltam, egy kicsit beleringatlak ebbe. Örülünk az ilyen történeteknek. Hogyne, persze. És akkor most mész haza? Nem, most megyek dolgozni. Ja, most mész dolgozni, mit csinálsz? Igen, nem autót szerelek. Hát most mondjuk nem autót, hanem jetskit, de majdnem autót szoktam. Jetskiket szerelsz tényleg? Igen. Na, az menő. Hát most nagy sorbálás nem lehet. Van sok meló. Hát én igazából egyet csinálok, egy verseny jetskit, és akkor az az egy. De az már másfél éve. És a tulaj nagyon már, hogy indulhasson végre valahol vele. Igen. Másfél év után már nagyon szeretne visszakapni. Most a szét végén majd Dunára színe első verseny, ez annyitó. Addig kell összerakni. Azt a mindenit. Ez ilyen verseny jetski, azt mondod? Igen, aha. Azok jól mennek? Hát nem mondanám, hogy rosszul, hogy igen. Hány köpcent is, mekkora? 1500-es. Atya úristen. Ez lóerőre mit? 250-300? Mit tud az? Hát 300 fölött. 300 fölött, mi? Az cudar. Hát pontosan nem tudok, azért nem raktuk padra. Aha, csak úgy körülbelül, tehát így lóerőben 300. Hát az mennyi? Az már megy egy 70-80-at, megy a vizen, nem? 85-öt. Hát annyit biztos, de a 130-at körülbelül. Atya Isten. 130-ot, ha perecelsz, az vége. Az vége van. Az nem gyenge. Csak a motor csinálod, vagy pedig a lövésnyomokat is a dukkorral, amit a horgászok. ha hiszitek, ha nem, a horgászok versenyek után, miután eljövünk a tavakról, utána istenítik, hogy tök jó föllevegősítjük a vizet, és sokkal több halat fognak versenyezni, mint verseny előtt. Úgyhogy nagy tévhit a horgászoknál. Hogy nem. Meg felzavarjátok a kapitális harcsákat az iszabból legalább. Így van, végre kijönnek. Na, játszunk akkor, Marcikám. Kivel nyitnád a hetet? Hát veled, Balázs. Jó, oké, játszunk akkor. Lépcsőt szerelt egész éjszaka. Lépcsőt kellett szerelnem. Jól van, oké, hát akkor induljunk, jó? Még itt kicsit jó. Rendezem a gondolataimat. Oké, Jani. 3, 2, 1. Fire. Na, itt vagyok. Jól van, Balázs, jó lett a lépcső végül? Jó lett, képzeld el, hogy álmomban nagyon, nagyon jól megszereltem. Ügyes vagy, büszke vagyok rád. Akkor. Nagyon jó lépcsőszerelő lennék. Jó. Neked jetski van? Úgy tudom, hogy volt régen. Saját, rosszul tudod, csak mentem vele, amikor elkapott a rendőr. Volt olyan is. Akkor milyen büntetés kapta? Azt hiszem, hogy 10 vagy 20 ezer forintra büntettek meg, mert a római parton sikerült abszolválni ezt a kis jetskis túrát, és ott kevésbé lehet vízisportokat űzni, följebb már a nullás híd alatt lehet. Tudod? Uh-huh. Te mész is vele, vagy csak szereled? Szoktam vele menni. De kipróbálhatod? Tehát a tulaj odaadja? Oda, igen. Bizony, és a másik viszont kicsúszott. Így van, az elsőt még megállítottad az I betűnél, de aztán... Olyan voltál, mint a Veszprém, még a vége előtt még 9 góllal vezettél. Nagyon mentél, 10 másodperc lett valamit, ki kell bírnod. Ez elment. Én már föladtam, mondom, mert ehhez indisponált vagyok, ez ma nem megy. Már csak 10 más, pedig bele akartam kérdezni a teniszbe, mondom, abban biztos, hogy elbukta. Ott biztos, hogy elbukom, mert elkezdek szavarni azonnal. Mindig a teniszbe buktál el, és mondom, basszus, mondom, a teniszt meg kell kérdezzem, és az lett volna a következő kérdés. És mit kérdeztél volna a teniszről? Hát, hogy nézted a hétvégén a teniszmeccset. Ja, Garrost, aha, igen. Kevés, Federer nem játszik, Nadal visszalépett, így annyira nem követem. Jó, ezt már sose tudjuk meg viszont. Marcikám. Hát igen.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Veszprém-szindrómás vagy te is, Veszprém-szindrómás, ezt már csak hát, így hívjuk. Igen. 10 másodpercet, még ha csönde vagy, és én még makogok valamit, meg vagy. Simán. És viszed az ajándékcsomagot. Hát nem baj, majd legközelebb. Jó, legközelebb, jó? Ha lesz. Jó. Köszi. Ja, köszi, sziasztok. Hello. Ciao, hello, hello. Minden kerek lett volna, ott aludt a barátnőjénél, megy jetskit szerelni, legyőz minket, reggel megvan az ajándékcsomag. Ja, nem olyan az. Teljes római parti esetet elmondtad, átszettél mindent, konkrétan. Amit a bíróság előtt is annó. Higgyeken, nem én voltam, nem én borítottam be azt a kökös, nem én mentem be az ország házelé. Orvosért mentem, beteg gyermekemért, stb. Igen, csak a jetskivel tudtuk átmenni, úgy kellett gyorsan menni. Ja, így akkor viszont, hát akkor azért megjön. Jó, azért az 1-0 az 1-0. Jól indul a hetünk. Budakeszi nem működnek a jelzőlámpák, levírja. Szatyi pedig mozgólépcső, a kecóba bali. Jó világ van, kár, hogy neked kell szerelni. Igen. Nem, tudjátok, van az, amikor annyira alszol, hogy fölébredsz, de nem ér véget az álom, hanem még fent létedben is magyarázol arról, hogy mit álmodtál. Ez volt tegnap, eldőltem már a gyerek mellett. Na, Ákos újra elmondja a legfrissebb híreket, ha van friss közlekedési infótok, akkor küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Hello, mindenkinek jó reggelt. Itt vagyunk. Hello, Feri, hello, Jani. Hello, sziasztok. Jó reggelt. Drága hallgatóink, hétfő van, egy újabb hét kezdődik. És hát megyünk bele a júniusba. Június 22-én pedig rövidülnek már a nappalok. Hagyjál már, Bécsén! De miért? Hogy ez miért, hogy ezeket minden nap eszembe jut. Én minden este ezzel fekszem. Kicsit minden este bevégzem, és aztán újra éledek koraimból. De kicsit minden este meghal. Kicsit, én mindig úgy fekszem, hogy mindig meghal egy részem, és aztán reggel mindig újra ébredek. Este 11-kor a vihar előtt még kint ültünk egy pólóban, meg rövidgatjában. Olyan jó idő volt, élveztük itt a nyár. Erre bejövök. Június 22 meghalunk. Tényleg? Kint ültél boroszában? Én vagyok ilyen bácsi, hogy én meg elasszom már a gyerek mellett fél tízkor. Egy pólóban? Mit fáradok el? Jó olasz autót. Tényleg? Egy emissziós botrányba keveredett Volkswagenbe ültél a teraszon. Már mindenki benne van abban is. Be lehet menni oda ízi autóval. Autóval úgy szoktuk csinálni, ha hideg van és bejövünk. Egyébként a születésnapi bulimon, ezt nem is meséltem el nektek, az volt a vége hajnali 3-kor, amikor már szóltam a fiúknak, hogy gyerekek, mások is laknak itt rajtunk kívül, egy kicsit csöndbe kéne lenni, mondták, hogy nem baj, megoldjuk. Az egyik kolléga autójába beültek egy gömbüveggel, és rá magukra csukták az ajtót, és nagyon hangosan hallgatták a zenét, oda benne, hogy hülyék vagytok. Megalakultak kicsit? Hát nem kicsit. Hát igen, meg voltak, kész voltak. Nekünk is vannak a környéken nagy természetű honfitársak, és nekik, amikor Sanyika, vagy nem tudom, hogy hívják, és nem, annyira nem vagyunk jobban, hála jó Istennek. 17 éves volt annak, de emlékszem, hogy én még reggel 5-kor, amikor elindultam, ott még elindultam a munkába, ugye még nem is tudom, hogy egy Danubiusba mentünk, akkor itt még ment a mulatozás, még élőzenek a rakármi, most nem. Most szerintem, igen, 18, mi? Nem, szerintem valaki rájuk hívta a rendőrséget. Mert 10 órakor szinte eltűnt, de addig természetesen addig ment azért. De ezt nem lehet megérteni, egy évben egyszer van egy ilyen. Hát most nem, a szomszédként. Hát. Például akik mellettünk laknak, egy kisgyerekes család, ideiglenesen ott laknak a neked is nagy természeted van felé, de szerintem egy szülinapot éltél volna ott. De figyelj, én például másnap reggel találkoztam. Nincs olyan nyilászáró. És mondtam neki, hogy elnézést kérünk. Nem szép dolog, hát előre kell szólni. Elnézést kérünk, a murér is azt mondta, hogy föl tudjuk dolgozni, kivéve az egyéves gyereket, ő most nem alszik egy darabig, mert a hálószobájuk alatt zajlott a mulatság közvetlenül, úgyhogy utólag is elnézést, de szerintem az egy évben egyszer meg tudsz bocsájtani egy ilyet, nem? Hogy szól a kis grafó, meg az aranyeső a csöpp kis házra. Aha. Nincs ezzel baj. Persze, hogy 5 utcával lejjebb is egyébként a becsukott ablakon áll hallott. Tehát, hogy azért van egy szint, amire már nem azt mondtad, hogy rock and roll.
Jó, de nem szabad ennyire pappernak lenni. Kicsit bírni el kell néha viselni. Nem? Én sem. Ha minden este dajdajoznak, az kemény. Azért mondod, mert érdig nem hallottadott el, csak gyálig. Én mitől fáradok el ennyire, hogy én így elalszom? Valószínűleg a kicsi még a rohangálás, az idegi fáradtság, ott kell lenni, ne egyen meg semmit, ne vegyen föl a földről. Vigyázzon, ez nagyon cuki, de nagyon nagy energiát felemész. Én nem tudok fönnmaradni, tehát annyira elfáradok estére. Tehát elmegyünk a gyerekkel, a kicsivel, aki ugye másfél éves, mit tudom, vasárnap Dunapart, Vác, Dunakesz, gyönyörű hely. De olyan szinten figyelsz arra, hogy tedd le, ne vegye a szájába, hol van, biciklis jön, merre mozdul, ha fölveszed, le akar menni, ülje végig az ebédet, álljon föl, ki akar menni, hol a biciklis, Lorder, beléde gyere, tedd rá, Lorder, tedd, dobd el a követ, ne egyen, bemegy a Dunába, fog meg. Az ettől, nem? Emlékszel, amikor kisebbek voltak, akkor te is így elfáradtál? Mi leláncoltuk őket, tehát nem volt. Kipeckelt szája, hátra kötözött kézzel, feküdtek. Igen, vagy a pálinkás kenyér, ez a kettő segített. Én nem aggódom, szerintem te túlagódod, nem? Hát most, hogy egy kavicsot bevesz a szájában, vagy kettőt, kicsit? Vagy ötöt, hát most. Hát most érted, rá, azért, mert nő a foga. Az neki, hát. Szerintem nő a foga. Attól lesz jó az immunrendszere. Az kis kosz meg kell lenni. Igen. Hát az nincs baj, a shoulder, az könnyen csúszik. Ha szereti is. Azzal nincsen baj. Ez a Dunába beesek, vagy beesik a gyerek, elő, a bringás elé ugrik. Hát igen. Vigasztalja azt, hogy pár év múlva ugyanígy fognak rád vigyázni ők. De ő már nem fog. Azért ahhoz még jó pár év kell azért. Nem veszük a számunkba. Papa, megint bekakilt a kutyafáját. Papa, hát azt mondta, hogy ne tegyünk föl pelenkát, mert kibírja az éttermet. Papa. Nem fogdossuk a hölgyeket. Nem. Papa, egy 20 éves pincérlányán maga mellett. Engedje már a fenekét, papa. Lecsináljam. Bocsánat, nem vettem bajt. Az már jókor, mert akkor megbocsátják ezeket. Akkor majd, mi állányom, azt hittem a sótárt. Kicsit adtuk. Megfogtam. Nekem is hadjusson valami. Neki elnézik, mert milyen aranyos, milyen hashtaget, meg jó szájon vágnának. Már kit, hogy az öregnek elnézik? Persze. Nem hiszem, hogy az öregnek elnézik. Én nem gondolnám, hogy a pincérlányok hagyják megfogni a feneküket, mert egy aranyos bácsi fogta meg. Olyan szerintem azért ez nem bácsi. Így van. Olyan nem tudja, mit szerintem a Viki úgy vágná pofon azt a bácsit ugyanúgy, ha a 30 éves, 50 éves vagy 70 éves, hogy a bácsi a kiurulna a kis székéből, és nem szívószál lenni a tejbe, papi. De a nők nem így gondolkodnak. A nők nem így gondolkodnak, hogy aranyos bácsi fogja csak meg a fenek. Nem, nincs ott zero tolerance. Van szerintem, tehát az nem ki vagy te? Ja, te vagy, te fogjad nyugodtan. Hát most szóval nem így gondolok nyugodtan, de hogy nem kezdesz vele üvöltözni, hogy mit képzel maga? Szatír? Hát, fene se tudja. Alép tolod, kösz, azt pont azt akartam most írni, hogy toljuk már egy a széket. Ne, hogy lássa. Pont, hogy lássa. Csillog el a szeme, amikor a 70 pluszról beszélünk. Hogy lássam. Nem. Kivel beszéltem most meg? Az új lépcsőt. Nem a lépcsőt. Ja igen, hogy már több van hátra. Tehát, hogy már kevesebb van előttünk. Senkivel, ezt magadban beszélgetted. Nem, egy barátom most lesz 40 éves júliusban, és ő 40 éves lesz, még csak 39, megbeszéltük, hogy milyen jó lenne ezt együtt ünnepelni. Óriási különbség. Te is már azért, hogyha kapaszkodsz minden percben, minden napban. És megbeszéltem vele, hogy tudod-e, hogy már azért, ami előttünk van, az már kevesebb, mint ami mögöttünk, és így baktattunk vissza a Dunaparton, és nagyon egymásba borultunk, mint két mici mackó, hogy azért ez így nem hangzik túl jól. És kicsit megrémültünk a 40-től. Így konkrétan megijedtünk ettől a számtól. Na, hogy most 40. Jön a bakancslista, hát, most ja, jön a izé, van, még na. Férfi vagyok. Még gyorsan pipáljunk ki mindent, amit még lehet. Másszunk, csomolunk már, meg csináljunk ezt. Nem, úgy közösen megrémiztetünk. Most már virtuálisan is megmászhatod egyébként. Hogy van egy olyan portál, hogy elsősorban egy egymás a felszerelések egy gyártó cég, aki létrehozott egy olyan internetes portált, ahol a világ leghíresebb hegyeit bejárhatod, gyakorlatilag úgy, ahogy a hegymászok is bejárnak, nyilván nem, csak fotelül ülve, mert hogy serpákat bekameráztak, ilyen na, azért az 360 fokba. Hát gondolom, persze, hát ez nyilván az. Nem csak egy ugrás a bubidőnek. Érdekességnek azért izgalmas, hogy lentről szépen elindulsz az alaptáborból, és végignézheted a teljes utat egészen a csúcsig. És így biztathatod, hogy tenzing, hajrá, jobb, gyorsabban? Hát így vagy... érzével egyébként, mint a görgővel.
Tempó. Három bal klik, és a serpába, hogy belever az áram kicsit, tudod, hogy gyorsabban megy. Matterhorn, az Eigerre, az Everestre, mindenhol szépen így fel tudsz menni. A világ leghíresebb hegycsúcsaidra. Hát az, azért az jó, de szobából hegyet mászni. Csinálhatok olyat, hogy kipipálom a 8000-eseket? Érted. Mi? Számítógépen kipipálom a 8000-eseket? Simán te lehetsz az első, és az első gépalack felhasználása nélkül. Megmásztam az összes hegyet, az IOS 9-el gyerekek, annyira jó, annyira az jó, mindenhol ott. Egyszerűen picit megálltunk légy, amikor elment a net, de... Na, gyorsan még a közlekedésére elmaradtak, csak segítsünk azoknak, akik úton vannak. Azt mondja, hogy nézem, bali öregszel ez a helyzet, írta valaki. Mi, fordítsuk meg ezt a dalt, azt írták sokan, mert ez visszafelé egy huligánz dal. Van ilyen, hogy átkonvertálod, és akkor lehet, hogy igen. Mert az Anzibának is volt egy Backstreet Boys nyúlása. Tehát lehet, hogy ezeket így meghallgatják, visszajátszák, és visszajátszva pedig eladják nekik. Nem tudom, ez általában úgy megy, hogy itt van, itt érted 20 éve zenére, vagy 30 éve zenére a rockzene, és észre se veszi már, hogy honnan lop. Az is lehet, fel se tűnik. Tehát, hogy így minden mai napig emlékszem, azt hiszem, hogy a Lukács mondta egyszer egy dalokkal kapcsolatban, az elején kis fütyülészéssel indult, és hát kísértetősen emlékeztetett egy Nirvana számra, hogy amikor megcsináltak a dalt, akkor azt mondja, hogy így elgondolkodott, hogy ez meg honnan? Valahol hallottam. 52-es út 45-ös kilométerénél a kamion félig az árokban, félig az úton, Atta írta nekünk. Baleset az Egér úton befelé már, most nagy a sor, célszerű kerülni Egér út elesett. Jó? Az már hajnalban megvolt, ott igen. Busz is áll, meg minden. Hatalmas dugó, ezt többen is elküldték. Hatalmas dugó az Egér úton, aki most menne arra, az még most meneküljön onnan. Hármas számú főút Vattán, a Kóposboltnál trafi a Pest felé haladókat mérik a Harsányi elágazásnál, közúti ellenőrzésnél. Ezt Lajcsi küldte nekünk. Budakeszin nem működnek a jelzőlámpák, és Dányból Isaszeg felé félúton baleset van egy kanyarban, helyszínelnek, óvatosan menjen mindenki. Na, ha kimondom azt a nevet, hogy Kovács Laci, talán így nem ugrik be mindenkinek, hogy ki ő, de ha elmondom, hogy vele már nagyon sokszor beszélgettünk, mert mindig valami féle extrém kalandban vesz részt, és vagy bejön hozzánk, vagy telefonon mondja el, vagy próbáljuk felhívni, de kiderült, hogy éppen eltört a kocsijának a kerekes toppolt, és átvágott a nem tudom milyen őserdő sivatagon, akkor így azért beugrik, mert hogy ő többször is volt már vendégünk. Vagy telefonon keresztül, vagy pedig ugye hát úgy, hogy itt volt velünk a stúdióban, amikor visszajött különböző, hát hogy is mondjam, extrém túráiról, és rövid időre mi mindig megpróbáltuk bekapcsolni, vagy a túra után, vagy a túra közben. És van, ami jól sikerült nála, van, ami kevésbé. És most ránk csörgött, és nagyon sürgősen kellene neki a Fektem Hombán mérgének az ellenszer, és egy pohár víz. Ha valaki esetleg tudna segíteni. Igen. Hihetetlen sok helyen vett már részt, hihetetlen sok mindenen ment át. Az őserdőtől kezdve különböző sivatagokig folyamatosan megpróbál valamin átvágni. És ugye arról híres, hogy ő ezt mindig egyedül csinálja. Legutóbb is itt volt, és elmesélt nekünk egy lehetetlen történetet, hogy egy kiskocsival próbált átkelni valamilyen sivatagon, amit vonszolt maga után. A kiskocsinak kitört a kereke, elhagyta, tengelytörés volt, elásta magát a sivatagba, ott éjszakázott, helikopterrel mentették ki, és hát azt hiszem talán az a jordániai sivatag volt, mert lehet, hogy nem mondom pontosan, és most újra kitalált egy dolgot, hogy mit csinál. Most éppen egy sósivatagon szeretne átkelni, ez a világ legmagasabban fekvő, 3007 méteres szinten található legnagyobb sósivataga, nappal 35 fok, éjjel akár mínusz 10 fok is lehet, és ezen szeretne ő most átmenni, a táv körülbelül 400 kilométer, remélem jól mondom, repülővel, tehát mi, hogy mondják ezt? Már, hogy légvonalban. Légvonal, közt ezt kerestem, a jó szót, légvonal. Repülővel. Átrepül egy sivatag fölött, nagyon durva túra lesz, fölül egy magángépre, átmegy, lesz. Ki is néz az ablakon. És ott egy 5 csillagos szálloda várja, annyira durva lesz, gyerekek, megőrültek. Bolíviában található sósivatagon szeretne átmenni, közben egy 6000 méter magas vulkán, mint Mici Mackónak az útjába esik, ő ezen átmegy, és átkel ezen a sósivatagon. Nem normális emberünk, ezt róla tudjuk. Hát a sósivatag azért, hogy ott szoktak ilyen gyorsasági futamokat. Igen. Ilyen gyorsaság. Igen. Ugye, mert nem fog kitörni a kiskocsi kereke. Ha vízbogával kiskocsit tessék. Ugye, már én egy pontot tudok a sósivatag mellett, mondjuk a vulkánnál ott elgondolkoznék, hogy arra mit mondok, hogy az miért jó. Miért jó neki, és ő mindig ilyen minimál cuccal nyomja, ugye? Igen. Soha nem talál egy normális szponzor. Na, mindjárt megkérdezzük arról, hogy most hogy jött, mit csinál, és mikor indul. Itt van velünk Laci. Hello, Laci, jó reggel. Jó reggel. Hello. Jaj, az első standard kérdésünk, amikor mindig
teszünk, ha beszélünk. Miért, Laci? Miért, Laci? Miért van erre szükségben? Most, ezt most miért? Én imádom ezeket a világvégi helyeket. Engem mindig lenyűgöz a természet nyersessége, és hogy ezt egyedül csinálhatom, ez egy külön... hát egy más megvilágításba teszi az egész. Hány éve vagy házas, Laci? Nem is tudom. Mi ez a nagyon nagy elvágyódás és magánkeresés? Mert egy bizonyos idő után azért az ember ezt érzi, vagy érti, hogy azért nem olyan rossz néha egy kicsit egyedül lenni. De te nagyon sokszor mész. Nagyon sokszor mész. Mennyi időre most egyébként? Hány nap alatt készülsz átkelni? 16 nap lesz. Annyit hozzátennék, hogy két vulkánra megyek föl, mert kettő lesz az utamba. Hát ez a sósivatag, ahogy elmondtad, nem 3700 méteren és 6000 méterre megyek föl két alkalommal. Útközben ékelődik még egy kisebb, ez a Koipáza nevű kis sósivatag. És hát gyakorlatilag egy elég monoton környezetről van szó, úgyhogy el kell szórakoztatnom magam. De hogy elképzelték, hogy leraknak a sivatag szélén, azt mondják, figyelj, Laci, látod azt ott? Igen, az a sivatag. Arra megy. Elindulsz egyenesen, és valaki vár a másik oldalon, és akkor 3700 méter magasan te átsétálsz ezen a 400 kilométeres távon? Nagyjából ez a történet? Igen, igen, Amerigó barátom kirak engem a sivatag szélén, ez elég jól elkülöníthető, mert onnantól hófehér minden. Tóta vagy Vespucci? És azt mondja, hogy ezt te akartad, Laci, innentől ez egyedül néz, és ott hagy. A Laci, nézd csak oda, az az a hely, ahol még élő ember nem jött, oké, ötre jött. Hát itt élő ember nem nagyon lesz egyébként, ezen a részen körülbelül még a légy sem él, meg a vadarak is kerülik ezt a részt. Egyébként ebből kifolyólag egy elég egyéni vállalkozás, mert ilyen még nem volt, én nem is találtam hozzá hasonlót, sima átkelések voltak, a helyi irodák, fogadási irodák egy a százhoz tesznek, a helyi erők is azt mondják, hogy hát ennyi távot ebben az esetben nem fogok tudni. Lehet rád fogadni? Százszoros pénz, én kockáztatnék. Százszoros pénz van? Fent vagy a tip mixem? 3000-rel megrakva. Figyelj, nagyon jó, a százszoros pénz, az nagyon jó. Na, de akkor elindulsz. Ugye a szélsőséges viszonyok, tehát az mínusz 10-35, ez a klasszik sivatag? Egy teljesen sík, mint egy tükör, gyakorlatilag egy méter szintkülönbség van a első 150 kilométeremben. Hát hófehér minden, iszonyú erős az UV-sugárzás, és általában nagyon durva szelek fújnak, hiszen majd 4000 méteren vagyok. Ha elkezd fújni a szél, vagy betör egy front, akkor ugye ott szabadon tombolhat. Hány nap alatt tervezed, hogy végigmész? Hát 16 napon 16 van. Kérdezted, hogy vár-e valaki a célba, engem soha nem vár senki, hogy a célba az zár, hogy 400 kilométert stoppolok, vagy buszodok, valahogy vissza kell kerülnem Lapacba. Aha, tehát nincs is egy ilyen happy befejezés, hogy ott átszakítasz egy célvonalat, hát és várnak rám, egyszer csak kilépsz, vége a sivatagnak, és onnan akkor visszabuszozol. Igen, általában megveregetem a magam vállát, és akkor mondjam, hogy szép. Ez egy elég szomorú történet. Kiveszel a hátizsákból egy kindet is, meleg pezsgőt. Igen, kilocsolod, fölrakod a kezed, és stoppolni kezdesz. Most mi van, ha felénél azt mondod, hogy oké, eddig nem tovább, hideg van, meleg van, a kis kocsidat nem tudod magad után húzni, elég volt, akkor mennek, érted? Vagy ilyen variáció nincs is? Hát magában a sivatagban relatíve talán könnyű megtalálni, bár ugye Bolívia azért nem tartozik a legfejlettebb országok között, ugye helikopteres mentésre egyébre nincsen lehetőség. Van egy kinti kapcsolattartóm, egy magyar hölgy, ő általa számíthatok valamilyen segítségre. A hegyekben már ugye ez kicsit zűrösebb ott megtalálni valakit, mert egy idő után ugye sziklásra vált ezen a vulkános területen a terep. De hát elvi lehetősége megvan ennek, bár a múlt héten eltűnt egy komplett család autóval együtt. Uh-huh. Ott arra felé? Aha. Igen. De ők egy elszámolási vitába keveredtek a Medellín kártellel. Figyelj, és ott ki garantálja te biztonságot? Azért ez Bolívia, ott egyedül ott bóklászol egy sivatagban. És akkor bevond rá, hogy melyik biztosítás. Köszönjük szépen az Axának, a Grupamának és az Allianznak. Tehát azért ez nem egy megnyugtató környék, nem? Ott egyedül turistaként Bolíviában, hát... Nem tudom, a hölgy azt mondta, hogy nagyon aranyosak ezek egyszerű parasztok, akikkel nagy valószínűséggel én találkozok, hogy a nagyvárosokban elég rossz a közbiztonság, hogy velük nem lesz semmi problémám, ha véletlenül beléjük botlok. Ha mégis, akkor bocs. Igen. és arról a csárra tudni, vagy amikor elindultak túrázni, hasonló túrát akartak menni, és úgy, hogy csak eltűntek?
nem valamilyen műszaki problémával küzdöttek, hogy a mobil hálózatok majdnem nulla szinten működnek, nem nagyon tudtak jelezni, és akkor úgy eltűntek. Hát ilyen szomjahalásos esetek vannak még, meg most ugye ez már az egyenlítő alatti rész, mivel hogy Dél-Amerika, most már kezdünk télbe hajlani. Nappal a 30 foktól nincsen melegebb, viszont most is éjszaka mínusz 17 volt, elég nagy a hőingás, és hát hogy nincs fel az ember felkészülve, akkor egy idő alatt. És akkor kiszállsz a frigóból, azzal edzel kicsit be a szaunába, vissza a frigóba, szauna, vagy mi a trükk? Így van, ez a szaunás trükk, igen, ez működik, ez eddig minden klímánál nagyon jó bevált. A szaunában négy ütemű fekvőtámasz, azok, hogy guggolok, kiugrok a hideg vízbe, zúcsvissza, és akkor ezt csinálom. Nagyon jó. Órán. Mennyi cumód van ilyenkor? Tehát viszed ezt az ominózus kis kocsit, amiről beszéltünk? Nem tudom, hol volt, amit vittél magaddal. Igen, egy újat építettünk. Tényleg? Húzol magad után egy kis kocsit? Igen, mert hát nincsen, egy csepp víz nincs a környéken. Ugye eleve egy sósivatagról beszélünk, ha volna is véletlenül a szélén ilyen sós mocsarak vannak, hát olyan koncentrációban van benne a só, hogy reménytelen lenne kivonni belőle. Hát, hogy 20 liter vízzel indítok, utána pedig a gletszerből, mert hát ugye ez már hóhatár felett lesznek ezek a vulkánok, onnan tudok nyerni némi vízet. Ez a 20 liter, ez nem tűnik olyan soknak. Mondjuk, ha nyersz vizet később, az oké, de azért úgy... Azon... Hát ez erre számolok, igen, hogy nyerek vizet. Ha mennyi napi 4 litert iszol? Vagy mennyit iszol ilyen körülmények között? Hát az első 150 kilométeren arra szánom a 20 litert igazából. Az, hát most nagyon rosszul fogom magam érezni, nyilván pattog a fülem, magas hegyi betegség, stb. Ugye első 4000 méterre szállok le gyakorlatilag ugye a repülőről, akkor fejfájás, ne adj Isten, hányással is küzd az ember. Ugye első 2-3 napom az elég kellemetlen lesz nagy valószínűséggel, amíg aklimatizálódok, de utána én úgy gondolom, hogy föl tudom venni. Nem azért mész oda, hogy jól érezd magad, hogy a Balaton szárszóra érted. Ezt nem ágában jó, is jól érezni magad. Sárvára is elmehetni, az ember tud menni belföldön is, nem azért mész. És figyelj, azt mondod, hogy gletszernek a vízéből fogsz inni? Tehát nem de ugye nem lesz olyan egy újoldas telefonon, hogy hívod majd a szervezet, és azt mondod, hogy hallod, mikor volt az a Google Earth felvétel? Mi rajta volt a gletszer? Itt nincs sem már semmi. Kiszáradt, hallod, kiszáradt. Te neveled fel a gyereket? Ennek utána néztél, biztos? Igen, meg a környéken van egy egészen apró település, hát gondolom ők is isznak valamit, aztán de ott a legnagyobb kincs a víz. Csak nehogy kiderül, hogy furt kutyuk van, te megérted, azt hiszem, hogy hozzák valahonnan, azt kiderül, hogy dehogy hozzuk, lefurtunk ott 200 méteren ott van. Hát, nagyon jó. Na, mikor indulsz egyébként? Csütörtök reggel, pénteken már a szélén állok. De miért nem is, tehát oké, hogy ott vagy a sivatag szín, de nem is adsz magadnak még egy hetet, hogy aklimatizálódjál, vagy egy kicsit rákészüljél? Hát ezért a hegymászók is úgy csinálják, hogy megállnak egy picit, és akkor egy hetet ott úgy pihengetnek, semmi? Nem, hát egy ilyen lassú kezdésbe gondolkodtam, gyakorlatilag ugye időeltolódás miatt én reggel 9 órakor pénteken már a sivatag szélén állok, és akkor egy ilyen szépen lassú tempóba belekezdek ebbe az útba, aztán hát nyilván útközben majd adja magát az egész. Akkor van egy kis sátrad, amit éjszakainkon fölállítasz? Vagy leheveredik az ember oda a sivatag közepén? Na, első gondolom, igen. Nincs sok, ugye? És akkor ott alszol egyet egy hálózat. Én soha nem használok sátrat, én még sarkvidéken sem használok sátrat. Mert olyan szép nem a szeret, csillagos nem ég. Nem szereted a bezártságot? Hát azért én ott összetojnám magam. Itt ilyen telepített megfigyelő pontjai a csillagok, meg a jóisten tudja még, hogy mi miatt, de igen, itt szoktak tesztelni űrjárművek. Aha, kicsit eltűntél térerőileg, eltűntél egy kicsit. A bolíviai drogkartel. Már igen, már a kartelbe zavar. Figyelj, milyen az ég, nekem arról mesélj egy kicsit. Tehát nekem nagy álmom elmenni egy olyan helyre, ahol nincs semmiféle fényszennyezettség, is így fölnézel, és hát az gondolom elképesztő. Látni? Valami? Igen, persze. Hát eleve ugye, hogy a déli féltekéről van szó, a Földnek egészen más csillagokat lát, és hát ott a több száz kilométeren belül semmilyen gyár nem működik, nincsenek fények, hogy ez egy fergeteges látvány lesz, meg általában nagyon tisztebben az időszakban, ebben a hónapban. Na ezt már igen. Már amikor nem az arcodon fekszel a saját nyálatban is szúszik. És nyalom a sót. Mondtad, hogy vizet. De hülye vagyok. A balék megmondták, ez nem egy jó ötlet. Hallgattam kellett volna rájuk. Figyelj, akkor konkrétan látszik a tejút is. Tehát az akkor már gyönyörű. Igen, nagy valószínűséggel lesz ebben részem. Atya Isten.
Az hihetetlen. Ezt irigylem a legjobban. Mindegy, tényleg mondjuk, hogy te bármire fogsz nézni, és csak csobogó patakokat fogsz látni a lelki szemben. De figyelj, hogyha a természet nyersőségére vagy kíváncsi, akkor miért nem mész inkább ide a közelünkbe, az egyes vonal mentén van itt a villamos vonal mentén, a Hős utca. Oda is elmehetnél egy kicsit arcoskodni. Van az az alternatíva, hogyha elfogy a víz, akkor kulacsba pisil az ember, és akkor előbb-utóbb az a természet őserejének köszönhetően ezt visszaforgatja? Mert azért sokszor hallani, hogy ez nálatok nagy kurázóknak, ez egy teljesen természetes dolog, hogyha az elfogy, akkor... Hát így van, az ember az életéért küzd erősen. Hát annyiból huncut ez a sivatag, ugye, hogy itt egy megkövesebb só réteg van alattad, ami akár 50 méter vastag is lehet. Úgyhogy a túlélő technikák repertoáriát egy kicsit leszűkíti ez a dolog. Hát küzdeni kell erősen. Tehát akkor igaz. Akkor igen. Akkor tehát igaz. Küzdeni kell erősen. Jó, és mondjuk, ha visszatérsz egy túráról, mondjuk azután mondjuk egy vagy két hétnek kell eltelni ahhoz, hogy egy jó ízűt legyen, lehessen veled smárolni? Igen. Mennyi idő kell, amíg így kitisztul ez a dolog? Kicsi sós minden, igen. Tekintetben veszem, hogy itt két hétig nem fogok fürödni. Figyelj, tényleg, mikor jössz vissza? Mert megcsörgetnénk, hogy hol tört el a kocsit, kerekel, sikerült el, mi volt. Hát azért ez egy nagy kaland, mindig érdekel. Ha nem lesz nálad műholdas telefon, közben nem tudunk hívni, de utána azért nagyon szívesen meghallgatnak az élménybeszámolat. Lesz nálam egyébként műholdas telefon, elviekben elérhető leszek. Egyébként 18-án jövök haza. Na, várjál, akkor várjál, hogy van? Tehát akkor pénteken indulsz el, akkor azért, hogy mi hétfőn megcsörgethetünk márhoz egy hétre? Persze. Jó, na, akkor fölírjuk a műholdas telefonunk számát, akkor ezt mi fölírjuk magunknak, akkor egy hét múlva megcsörgetünk, jó? Hogy merre bóklászol éppen. Na, kíváncsi vagyok, és 18-án jössz haza, azt mondtad? Ezt miért... Igen, 19-ére érek haza, igen. Aha. 19-ére van már mozi jegyed, vagy miért? Nem tudom, legyen egy kis optimizmus. Megírjad a családnak, hogy elhiszed. Nem indulnak a túlélő táboraim, úgyhogy sietnünk kell. A 3000-es ott az akkor van, ha átérsz, vagy ha nem érsz át. Tényleg. És külön SMS-ben hol lehet fogadni, mert én megteszlek. Én azért egy nagyobb pezót, vagy nem tudom, mit azért én rakok rád. Én hiszek benned, Laci. Én hiszek benned, meg akarok egy kis pénzt keresni rajta. Laci, tényleg, én nevet személyeskedésnek én arra fogok tenni, ami a legtöbbet fizet. De ez csak biznisz, mocskos üzlet, semmi más. Ez nem a személyednék szól. Figyelj, amit akartam kérdezni, mert a túlélő táboraidat említetted, csinálsz ilyen gyerekes, háromnapos, kisottalvós, nyilatfaragunk, íjat hegyezünk túlélő tábor gyerekeknek, szülőknek? Van ilyen nálad? Vagy ez inkább felnőtteknek mókust van? Mókust forgatunk nyárson. Én a Benit egy ilyen elvinném, de ha nem csinálsz, akkor nem baj. Csak nincs Laci táborába. Egy ilyen közös gyerekes. Igen, szoktam csinálni. Felnőtteknek is egyébként most nagy csapatréningekkel is foglalkozunk a tímemmel. Úgyhogy abszolút elérhető lesz a nyár. Jó, hát na, akkor erről beszélj, mert én a Benivel egy ilyenre nagyon szívesen elmennék, hogy kicsit megyünk, íjat hegyezünk, lövünk. Mi van veled, Benikém? Mi ez a cipő a lábadon? Vaddisznót cserkelünk, a gyerek imádná, egy három napra, egy ilyen apafia. Kihúzzuk a nyilvesszőt a néni vándorából. Ja, a cipőről jutott eszembe. Igen. Ugye én két éve nem használok cipőt, csak szandált. Na, igen, de nem zoknival nyugtass meg azért, ugye? Nem, világért. Hogyha nem használsz cipőt, tehát ilyen helyre is szandálba mész? Én a pecserekre azért felveszem a szandét. Egyébként mezítláb szoktam futni is. Aha. Miért csinálsz te ilyet, Laci? Erre az ember arra gondol, hogy azért felveszel egy normális baklancsot. Miért kell menni szandába? Mert legalább a lábam ne legyen büdös. De hogy te még azon töröd a fejed, hogy tudok még magamnak egy kicsit nehezíteni? Tehát, hogy véletlenül se menjek végig bakancsba? Vagy az, ami a baj? Nem, egy teljesen más futási technika, és akadt plat a földdel, ez egy nagyszerű érzés, én erre rákaptam két éve, és hát azóta nem bírok cipőt viselni a lábamon. Akkor olyan vagy, mint Bogdán Csaba, ő is évek óta csak Szandit húzza fel. Jézus, Atya úristen. Na itt a végszó. Lackám, figyelj ide, akkor egy hét múlva, ha tudod, kapcsolod be a műholdas telefont, itteni idő szerint mondjuk 7 és 8 között, mi ezt beírjuk magunknak, jó? És megcsörgetnénk, akkor ugyanebben az időpontban. Nálam éjjel két óra lesz. Nagyon jó, felébresztünk, jó, hogy a sivatagi magányban egy kicsit mi akkor ott barátkoznánk veled, hogy vagy. Jó? Jó, ha lesz hozzá erőd. Egy hét múlva ilyenkor hívunk. Oké, okay, várom. Na, vigyázz magadra, nagy kalappal, drukkolunk nagyon. Köszönöm szépen. Ciao, hello. Magad, tudod, békanő a hasadba. Lacinak köszönjük szépen, Kovács Lacinak, hello. Hát én imádom őt. Teljesen nem normális. Abszolút nem normális, de nagyon szórakoztató. A szopozitív értelemben nem épp. Nem épp. De egyébként közben valami olyan élmény lehet azért ezt így egyedül, nem?
hogy ez a valódi találkozás a természettel. Ha 7 óra most megcsörgetjük, és nem veszi fel, akkor mind fogunk gondolkozni, hogy megnézzük az otcait, és megtesszük. és egy nagyobb készpénzösszeget tesszük még arra, hogy nem ér át. Rádobunk még 20 000 pezót. Ez a fajta találkozás a természetes, ez nem egy kóspalagi túra. De jó lehet. Szóval az, amikor ott fekszel egyedül, sehol senki, és fölötted a tejút, és ott megtapasztalod, hogy milyen ereje van a természetnek, ezeket én nagyon szeretem. Így halva. Igen, és én megirigykedek, hogy de elmennék, aztán... Igen, és vakargatod a skorpió csípéseidet. Tényleg, arról nem is kérdeztük. 7:30 múlt pontosan 8 perccel, jövünk Ákos hírei után. 3:48 múlt pontosan 1 perccel, már is itt vagyunk. Jó ez a dal. Ez? Igen, ezt én most úgy bírom. Imány. Én tudjátok, hogy nagyon kevés dalt... Jaj, na... Maradj le. Nagyon kevés dalt szoktam megdicsérni, de ennek jó hangulata ennek a dalnak. Nem tudsz, pitty, de hogy ez egy jó. Most kis... akartam jeleznem még egyszer, lemenjünk biztosan, hogy én tényleg? Imádkozni fogok, hogy elvigyen a gyerekpest is, komolyan mondom, vagy én nem tudom. Gyerekpest is, igen, a rózsahiblő. Figyelj, ez mi volt? Nem tudom, ennek ellenére bírom. De nem azért volt benne, tehát be volt szerkesztve, komolyan mondom, nem én tettem be, de nem tudom. Ezzel akarod magad fiatalon tartani, félsz a 40-től, igen, és ennyi. Hogy egy imányt kezdesz el szeretni. Imány. Ugye? Van, imány. Igen. Az éjjel-napot dübörög az autója, az Eiffel 65. Az imány, na álnéven zenélik, ez egy imány néven, és ez volt az első. Doktor imány. Ez volt az első, de a doktor imány, igen. Hát csak mondom, hogy doktor imány egyébként nagyon helyes, egy afroamerikai csajsziról van szó. Mi ez? Elindult imány. Halló? Imány szól? Igen. Nem. Valami szól? Utcabál van. Jó. Nem, az aha, én. Az én igen, szóval szerintem már is le a laptopodon azt a felvételt. Réges kövű videókat nézeget? Nem, valamilyen cikre rákerestem, és abban volt egy dal. Na, szóval nem jó? Nem szeretjük? Hát, nem rossz. Hát... Olyan sok minden nem történik benne. Jó, de hiába mutogatod, Zsűr. Nem, de ez nem baj. Gyönyörű nő. Ezek... Vezetsz nyárban. Igen. Jó a kedved. Mész Balcsira. Ugrálj nagyokat. Ugrálj nagyokat. Jó a kedved, ugrálj nagyokat. Süt. Gyerekek, nőjetek már ki a 70-es évek úttörőtábor hangulatából. Ez a jó a kedved, tapsolj nagyokat. De értem, hogy lassan 50 évesek vagytok, de azért ez már máshova mutatod az emetet. Az volt az életünk legboldogabb éjszaka. Jó a kedved, tapsolj nagyokat. Hát azért ez nagyon más ez a dal, mint az. Ez nagyon, de azt szeretjük, tudod? De most imányt azért, hogy fiatalabbnak tűnjünk. Nézd meg a klipet, a YouTube-on írja valaki, Bali, ha tetszik ez a dal. Mi mit csinál? Indítsd el, Zsúl, egy pillanat felé, a YouTube-on imány klipjét. Nézzük már bele. Nagyon helyes csajci egyébként. Helyes. Igen. Helyes. Na. Húha. Viki is megírta a véleményét erről a dalról, igen. Tingli tangli fos. Velünk van. Köszönöm szépen. Hát ezért működik jól a mi házasságunk. Látjátok, hogy ennyire egyetértünk minden dalban. Ez a szerkesztői felület. Egy ilyen interaktív át teszi a műsor. Tingli tangli fos. Igen, kicsit az, de ezt lehetni azt szeretni, nincs ezzel baj. Na, játszunk egy mit mond órát, jó? Jó, legyen így. Közben mondom majd, hogy mi van imány klipjében, amiért meg kellett nézni, de most ide is bejött, várjál. Akkor csak állítsd meg. Ja, jó, hát azért a klipre vessetek egy pillantást. Jó, légy szíves. Imánira azért majd úgy nézzél rá, Ferenc, ha a mit mond óra mellett van egy kis időd. Van, már keresem is. Igen. Na, aha. Játszunk. A kérdés, mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Részebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben, nem? Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vacsigyel lán, mi? Aki válaszol... Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Szia! Szia! Láttad már imány klipjét? Nagyon jó. Linda beül egy olyan bömös kabrióba, aztán és elindul kedves Ferivel Balatonra. Igen, és neki tolhat. Nem láttad még, Reni. Jó, hallj kis le egy picit a rádiót, Reni, mert halljuk, hogy ott... Igen? Igen. Akkor, pardon. Igen, megérkezik. Igen. Most Ózdra is megérkezik. Megérkeztünk Ózdra, hangilag ott vagyunk. Reni, hello, Ózdról. Sziasztok, igen. Mit csinálsz, Reni? Tanulok, tanulni kéne. Ó, te szegény, de... mit?
adózási alapismereteket. De azt a legtöbben nem ismerik ebben az országban, úgyhogy minek? Hát csatlakozz te is ahhoz a 4 millió az, aki nem adózik. És mégis ott ülnek a parlamentben. És mégis nagyon gazdagok a rohadt életben. Nem is értik. Adózási alapismeretek, ezt tanulod, Reni? Így, hát ebből fogok most vizsgázni. Ó, ez elég száraznak tűnik. Amúgy pénzügy szemvitel, az. Mi leszel, vagy miért kell ez neked? Pénzügy szemvitel, hát hogy legyen. Na jó, de mi mind majd navos lehessek végre. Na de majd ha elvégzed, mert... Legyen. Nem baj az, hogyha lesz egy navos ismerősötök. Van. Csak mindig olyan szigorú, és mindig egy csomó papírt kell hozzá bevinni. Ötjönre visszamenül. Schuller urat nagyon kedveljük. Szóval navos leszel. Nem biztos, nem tudom. Hát ezzel bankba is el lehet menni. Akkor otthon vagy a számokban, meg érdekelnek a számok. Nagyon. De ezt most ironikusan mondtam. Aha. Akkor csak ez jutott. Igen, mert picit megfagyott a levegő. Igen. Olyan szimpi voltál az elején. És ez valami szigorlat? Ja. Vagy vizsga? Tehát milyen vizsga? Szóbeli vizsga, igen, most az OK és... Végvizsga. Szóbelinél ott nem is nagyon lehet ott terelni. Ugye? Tehát ott vagy tudod, vagy nem. Igen. Jó fejetlen? Mondták, hogy nem fognak segíteni. Milyen nem akar belekérdezni, mert összezavar. Ez a segítség akkor. Tehát segíteni fog, nem fog belekérdezni. Kedves tűnik. Jó arc a tanár egyébként? Igen, nagyon aranyos. Mit mondhatna az ember két nappal egy szóval előtt, ugye? Nem, tényleg az. Na az jó. Pasi? Nem. Ja, hölgy. Csaj. Hát mi más nehezebb. De hát igen, nem segít. Egy androgű kedda. Jó, hát figyelj, nem volt el az eleget a pályai. Összeszedtem némi műveltséget. Igen, egy kétmelű androgűn kentaur vizsgázta. Mi van? Mit húztál? És az arra pedig egy faun sípol. Igen. Reni, figyelj, tudod, miből tudsz választani? Van állatunk, a városunk, híres emberünk, szólásmondás, tárgy, minden van. Az állat nagyon jó. Igen, akkor azt szeretném. Kifejezetten kedvelem az állatot. Jó, indítjuk. Jó, figyelj, elindult az óra, így szól, hallgass meg. A cóip isovra. Micsoda? A cóip isovra. A cóip isovra. A cóip isovra. A cóip isovra. Isovró. Isovró. Aciop isovró. Ez halljuk össze. Aciop isovró. Sies, lejár az idő. Isovró. Acóip. Orvosi pióta. Én mondtam rosszul. Acóip. Így van. Igen, orvosi pióta. Jó, meg volt. Oké, azt mondtam. Acóip isovró. Ez volt. És még azt mondtad, hogy jó lesz. Hát jó lett, nem? Jó. Hát jó lett. Így a végére pont. Csodás. Hányszor hallottam ezt a mondatot, és azt mondtad, még jó lesz. És mondtad, hogy a végére jó lesz. Én nekem jó is volt. A végére nekem jó is volt. Reni, ügyi vagy, megvan az ajándékcsomag. Nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki. Ügyes vagy. Csodálatos. Köszönöm. Régóta? Jó volt. Hát most röhögni fogtok, de szintén először írtam, de két telefonszámról, hogy biztosra menjek. Két telefonszámról, hát ez már a paranoia. Miért kell, hogy ne vegyük észre, hogy egy számról írogatsz mindig? Hát meggondoltam, az túl feltűnő. De ennyire ne legyetek paranoiásak, Tehát egy hallgató szeret minket, és minden nap ír, hogy játszana, ettől mi még nem fogjuk jött utálni. Sőt, ennek örülünk. Nagyon sok ilyen hallgató van, tehát ez már a paranoia legteteje, amikor két számról írok. Ne vegyék észre, hogy nincs azzal baj, ha valaki egy számról írogat, sőt, üzenget szeretne játszani, tehát ezzel abszolút nincs baj. A másik számon Dezső vagyok. Szoktam beszólni nektek. És mind a két számról ugyanazt az üzenetet küldted el? Nem, az is feltűnő lett volna. Nem mondod komolyan, hogy még két számról másfajta üzenet. De mind a kettővel úgy írtam alá, hogy Reni. Aha. Szeretnék jelentkezni, mit mond órára, játékra, köszi Reni, ez az egyik. Épp a vizsgámnak kellene, hogy tanuljak, de inkább titeket hallgatlak, és igazán örülnék, ha tudnék játszani veletek, mit mond órában, puszi Reni, mennyire más a kettő. Tehát még arra is figyeltél, hogy más hangulatú legyen a két SMS. Te ugye velünk párhuzamosan nem játszol mondjuk a bocsékkal, meg a harsányékkal, meg ahogy nem. Nem, titeket hallgatlak minden reggel. Márja, megjött a felügyelőnő. Megjött a felügyelőnő. Adjál neki. Nehogy is. Kiszúrom ám, Reni. Tehát, hogy én abszolút... Igen?
Igen, igen, mert... Figyelj, itt... Nem gondolod, nem gondolod, hogy ez... Egy kicsit átejtesz. Felügyelődő ezt nem veszi észre. A smasszervét én nem jutnám. Nem. Mind a kettő egyébként a rábögtök a falra be van jelölve, nem véletlenül. Gyerekek, itt sasszem. Igen. Azért lehet látni, hogy ugyanaz írta, tehát a stílus azért. A kézírás. Kiszúrod ebből? Kiszúrom ebből. Be is jelöltem. Tudom, hogy kétféle szám, de abszolút kiszúrom ebből. Jó vagy, Anna, jó vagy. De hát ezért vagy te. És engem választottál, de szuper. Persze. Hát egy szimpatikus, klassz csaj. Ne akarjátok megtudni, hogy Annának és Vikinek hány fajta listája van. Tehát nem csak az, hogy a töröltek, akik ugye már nyereményvadászok, és mindenkit kifosztottak, a kicsit szimpi, a kicsit irritáló, a nagyon szeretjük, hogy játszom már. Régóta próbálkozik, de még nem játszott soha, de nagyon szeretne, de a múltkor átvágott, ezért sosem játszik. Minden van. Mindenbe vannak listázva hallgatók. A listát. A lista, B lista. Drága hallgatók, meg vagytok figyelve. Aktákat vezetünk rólatok, egyszer ezeket nyilvánosságra hozzuk. De nehogy azt hitt, hogy ebből bármiféle hátrányot származik, 2020-ban megint játszhat. Lenni, puszilunk, gratulálunk, ügyünk vagy. Köszönöm szépen, sziasztok. Hello. Figyelj, mert tényleg paranoiásak lesznek. Tehát már azt gondolják, hogy aki ír nekünk SMS-t, az felkerül valahova. Egyébként igen. Úgyhogy lehet is ottan. Úgyhogy óvatosan. Na jól van, Ákos elmondja a legfrissebb híreket. Imányi klipje, csak mondom, hogy azért Imányi klipje. Megnéztem, hogy szegény kislány mit küzd azzal a rohadt teraszajtóval, érted, hogy be tudja sukni. És azért még tényleg... egyszer így küzdene a teraszajtóval, azért azt mondanád, hogy még egy fröccsöt iszom előtte, kicsim, aztán hadd menjen, nem? Szóval azért megküzdő azzal a teraszajtóval. Tud valamit ez a kislány. Nem rosszul küzd azzal a teraszajtóval. Ha ő Imányi, akkor... Akkor elmennék egy koncertre. 3 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. De csak a te kedvedért. Micsoda? Micsoda? Aretha Franklin. Én még Imányiba voltam. Hát ez meghalasztotta. Meghalasztotta a vágyam Imányiba. Aretha Franklin, hát hó, miért exhumáltuk George Michael-t meg Aretha Franklin? Tényleg, kis túlzással. Te jó atya úristen. 8 óra múlt 10 perccel, hello mindenkinek, drága Morning Show hallgatók. Nem tudjuk kinél milyen idő van, de itt Budapesten süt a nap, ha nálatok is örülünk, ha nem vigasszajon a tudat, hogy nálunk legalább süt. Jó idő van, igen, hétfő van. Örüljetek annak, hogy mi örülünk. Igen, örüljetek, hogy nekünk jó, és megyünk bele a nyárba. Ez jó. Igen, Miskolcon most pont jégeső esik, tehát igen, rájuk ezért mondom, hogy tessék egy kicsit arra gondolni, hogy nálunk jó. És a budapestieknek jó, mert egy süt a nap, reméljük, hogy azért ez sok ilyen előfordul. Hatalmas esőzéseket mondanak, nagy viharokat, de közben a nap is sütni fog, és nem lesz túlságos a hideg. Ahol azonban esni fog, ott nagy vihar lesz, nagy széllel. Hát ahogy a szokott lenni, az ivatar központjából lehűl az idő, és nagy zuhi lesz, de egyébként egész héten marad ez a 23-25 fok, úgyhogy nem kell különösebb változástól tartani. Na, erős váltás Imányi után, le is kókat Gabesz írta nekünk. Gyerekek, ez az egy zenei hullámvasúton ülünk, itt vagyunk, ott vagyunk, itt lövünk ide, lövünk oda, tűzi játék, petárda. Mi a szlogenünk? Mi vagyunk mi? Nem tudom, majdnem azt használja Petőfi is, úgyhogy már el vagyok. Azért nem merem bemondani, hogy neki csináljuk. Igen, ahogy a Petőfit hallgatom, egyre jobban ránk hasonlítanak, így néha beléjük hallgatok az új váltást, kíváncsi vagyok, hogy mit változtattak, mert nyújjunk még többet a klasztól, úgyhogy... Jó, a reggeli műsor. Igen, na mindegy. Szóval, azt mondja, hogy M7-es baleset Balaton felé vezető belső sávból egy kamion áttért a Budapest felé vezető belső sávba 65 km. M1-es 116-os kilométernél útjavítás miatt csak egy sáv járható, torlódás van, ezt Tamás küldte nekünk. Kerecsen felől Eger felé Sunyi trafia bokor van, vigyázzon mindenki. M3-as Miskolcnál olyan jégeső van, hogy a látótávolság körül ott van 50 méter, nagyon óvatosan arzenálos norm küldte nekünk. Hát ez gyönyörű. M3-as 150-es kilométerénél leszakadt az ég, óriási vihar van. Csákó üzente, vagy csak annyit írt, hogy Csákó, nem tudom. M7-es 84-es kilométerénél Balaton felé fotóznak, valamint az 51-esen Dunaharaszti irányában kilométeres a kocsisor. Egy siető dolgozó küldte lesz nekünk. Köszönjük szépen. Nem, egy elkéső dolgozó. Egy elkéső dolgozó. Egy elkéső dolgozó, igen.
M1-M7 bevezető K.O. András a kertész ez ebben a pillanatban jött. Ha látjátok az okát, küldjetek el, de azt ott átadták, ott mi van? Hát semmi, szerintem átadni átadták, de ugye befelé az nem lett nagyobb, tehát nem lett szélesebb, igen. A várbazárt is átadták. Azt még pársak. Ott legalább négyszer átadták egyébként. Még lesz belőle. Abból Guinness rekord lett. A legtöbbet átadott épület. A legtöbbször átadott bazár a Market bazár. Választások előtt, választások után, közben, önkormányzati választások előtt, után, alatt. Most adják át hetedszer. Folyamatosan. De jó, mert a végére egyébként elkészül. Nem? Azt mi már nem érjük meg. De miért nincs kész? Mit? Nincs kész? Dehogy nem, ezek már csak garanciális javítások felé. Hogy kérdezhetsz? Igen, kis javítás, kis átadás. Persze. Átadják, csak még egy kicsit oltozzák, fotozzák, ezt csinálják, azt csinálják. Hát kell egy kicsit. Na, segítsetek nekem valamit megérteni a női nemmel kapcsolatban, mert egyszerűen nem értem a nőket. Akkor már nagy baj lehet, hogy te se érted. Mert három nő vagyok. Te vagy, nem. Hát, mert lelkem, miért nő vagyok, vagy miért kellene nekem jobban értenem, mint nektek. Így van, lelked miért tipegsz egész nap. Vigyi többször rám nyit, hogy a magas sarkujában tipegek a tököd előtt. Nem, történt valami, és szerintem ez sok családban előfordul, ha nem is azzal az adott dologgal, de mással, és egyszerűen nem tudom felfogni, hogy a nők miért gondolkoznak. Így mindjárt elmondom, és érteni fogjátok. De lehet, hogy a nők aztán igazat adnak majd Vikinek, és azt mondják, hogy igaza van, ezen valójában ki kell borulni. Történt, hogy én elmentem edzeni. Ez még nem egy nagy történet egyébként. Uh-huh. És ez az új hóbortod. Ez az ugye? Új hóbortom, most letettem a teniszütőt, és ráfeküdtem. Mennyi elismerés volt a hangodban, Feri. Ezt szeretem, amikor ilyen, hogy érzem azt, hogy így tényleg értékeled, és így, nem is degradálod semmilyen szinten. Az új hóbort. Hóbort. Lett nincs ezzel baj. Hóbort. Figyelj, amennyit mi ostoroztuk a Ferit a futással, mi a gyerekek, engem ugyanúgy lehet. És ha csak addig csinálnám, ameddig a Feri futott, akkor is most lesz. Akkor nagyon király leszel. Átnyergeltem kicsit a crossfitre, és nagyon szeretem, nagyon tetszik. Kell némi izmot felszedni, rájöttem. Magyar, kicsit jó a tenisz, de erősödni kell. És ugye a crossfiten az történik, hogy elmondják, hogy vedd le a gyűrűdet, mert ugye fáj. Mert fáj. Egyrészt kettő, hogy neki, nem szerencsés ott van, hogy beleakad. Levettem a jeggyűrűt, ugyát, nagy szentségben. Érzed, hogy csúnya lehet, csúnya vége lesz a történet. Milyen szót használsz, a szentség? A nagy szentségben soha nem hagytál az ujjamat a gyűrű. Nem ismertem volna levenni, mert azonnal kasztráltak volna. De az edzőbácsi rám szólt, hogy itt nem szórakozunk, letépi a kettlebell, meg mit tudom én. Mi vagy, te postogalám? Levettem a gyűrűmet. Letettem. Levettem a másik kezemből, aha, is, letettem. Lemostam a körömlakat. De várjál, két ilyen gyűrűd van. Megtöröltem a rúzsaszámról. Lemostam a rúzsaszámról. Elkészültem az edzésre. Előredőltem, megfogtam térdel és köhögtem. Nem, máskor nem jön ilyen gyűrű van, ezeket már nem tudom kitől kaptam. Nem exektől. Nem az exektől. Mondta régen is, hogy nem az. Ezeket én vettem. Jaj, az egyik a 10 éves törzsgárda Kolosi Pétertől. Igen, Kolosi Péter gyűrűjét hordom az ujjam. Szóval letettem a gyűrűt. És mivel az én drága, szeretett, nagyon tisztelt feleségem, crossfit után felhívott 6-szor, hogy legyek otthon, mert valamit el kell intézni, ezért megtörtént az, ami egy férfi számára a legelképzelhetetlen. Mi szerint elhagytam a jeggyűrűt. Ott hagytam edzésen. Amivel nem lett volna semmi baj, de nyilván sasszem az első pillanatban kiszúrta, hogy nincs rajtam a jeggyűrű. Megpecsételte a sorsomat, a hétvége hangulatát. És mindent. Egyébként, ugyanis én leraktam ezt a jeggyűrűt, és úgy, ahogy van, azzal a szent áhítattal én elmentem. De mindig kezdet fogtok, amikor hazaérsz is meg. Mindig be kell dugnom az ujjam, mindig be kell dugnom a postaládába az ujjacskámat, hogy beengedjen a házba. Igen, ahol bedobják csak a levelet. Igen, és a fehér a kis kezecském, akkor beenged. Most nézzük az anyajegyet is. Igen? Te vagy bejött. Van egy késcsek, és csak a késcsek után mehetek be. És elhagytam a jeggyűrűt. És hát ez kiderült. Szóval mondjátok meg nekem egyébként, hogy tényleg mi van a női agyakban, hogy mi történik akkor, ha te véletlenül nem viseled ezt a jeggyűrűt, leteszed, elmondod, hogy tudod, hogy hol hagytad el, meg lesz, mire visszamész, nincs rajtad 3 napig, ne aggódjon, de föl fogod venni, egyébként meg nem készülsz kilépni a házasságból, csak most 3 napig nem viseled a gyűrűt. Ne, azt a galamajkát, azt a veszekedést, hogy én miért nem hagyom el a fejemet. De tudod, nem mondta galamajka. El. Azt a ramazúri, tesó, azt a ramazúri. És én vagyok az avittás. És ugye nem mondta el. Akkor mondd el, hogy idegesít, hogy levettem. Nem, az nem. Az idegesít, hogy mennyire trehány vagy. A fejedet nem hagyod el.
És végig ment, tudod, az a kicsi cinkelés úgy, hogy egyébként én tudtam, hogy az idegesítő, hogy lemertem venni a jegyet. Nem, elárulom neked, hogy nem az idegesítő, akkor mi? Levetted. És tökre igaza van a Vikinek, mert te a házasság szentségét, amit megkötöttetek, és tök igazad van, Viki. Úristen, azzal... Jani, gyere, beszélem kell veled, te vagy figyelj, az egyetlen barátom ebben a történetben. Na rohadj, csak áll meg! Tudod miért? Azért, te. Mert a visszarakása, nem vagyunk hülyék, a visszarakása a gyűrűnek számodra nem volt fontos. De azért nem volt fontos, mert hatszor fölhívott, hogy legyek otthon, én meg beültem a kocsi. Ezt kellett volna vinni. Mondjad, szerelmem, kicsim, drágám, életem, egyetem, élet. Mondjad. Rendetlen vagy, az van. Rohadt rendetlen. De nem, úgy szeretem, ne bántsál. Eddig is rendetlen volt. Tehát téged most nem az bánt, hogy rendetlen a Balázs, mert eddig is rendetlen volt. Eddig is tudtuk, hogy leteszi az autókulcsát. De mi történik abban a három napban? Három napig nem volt nálad. Három vagy négy napig nem volt nálam a gyűrű. Felhívtam edzőbe, mondta, hogy megvan, elrakta, menjek majd vissza, ott van. Próbáltam megnyugtatni ezt a szentasszonyt, hogy ne aggódjon. Tehát ettől még nem fogunk elválni. Figyelj, azt a veszekedést, amit kitört azért, mert nem volt rajtam a gyűrű. Hát, tessék, mondjad, szerelmem. Mi? Nem, téged az zavart, hogy elhagytam a jegygyűrűt, és lemertem venni. Te tudod, mit csináltál? Te a házassági anyakönyvi kivonatoddal törölted ki a keszeg seggedet. Veletek mi az Isten van, komolyan? Te megőrültetek? Nem lehet levenni egy rohadt gyűrűt, egy edzés, és véletlenül ott hagyni. Nem. Hogy beállsz bele így? Egy csoki tortát? Ja, várjam, nem. Megvettek egy csoki tortával? De nem félredugtam, nem szeretőm lett. Nem is mondtuk, ezt te mondtad. Ki akarod beszélni magadból? Nem arról volt szó, rám nyitottak, érted, és inflagrantik is mesztelenül töcsköltem ott egy diáklányt, érted, hanem levettem ezt a gyűrűt. Kimondtad, most kimondtad, mert mit? A nő ebben a pillanatban tudod, mire gondol. Mire? Nem arra gondol, hogy te crossfiteltél, hanem hogy félre számláztál. Félre pecsételtem. Zsűl, te mit mondasz erről? Mondd, állj mellém. Nem szeretem a gyűrűt. Nem szeretem a gyűrűt. Jó, hát Zsült négybe tépnék, hogyha bármi hasonlót csinálom otthon. Gyerekek, most mondjátok azt, hogy vicceltek. Egy kicsit is szép, Bali, veled vagyunk, férfiak vagyunk, maradt még egy kicsi vér a pucánkban. Nem vagyunk. Én komolyan mondom, nem lehet ezt a gyűrűt le... Mi van a nő gondolkodásam? És arra gondoltam már, mentem haza, rájöttem, hogy nincs rajtam a gyűrű, és az jutott eszembe, hogy veszek valami kamu gyűrűt. Veszek valami, amire nem veszi észre, vagy próbálok otthon valami régi extől valamilyen félbizsút megtalálni. Csak azért, mert tudtam, hogy a női gondolkodás nem normális. Még aznap este elásott volna a kert végében. Figyelj, én most levette volna a gyűrűt, és azt mondta volna, hogy jogá hagyta. Tessék? Megint van. Hanem az edzőnek. Hogy ott hagytad? Ja, te észre se vetted, hogy nincs rajtad a gyűrű. Hatszor felhívott edzés után, hogy legyek már otthon. Tudsz akkor a gyűrűre figyelni? Felhívott az edzőbe. Az edzőbe tűnt fel. Igen. Hallod, Bali, basszus, rászorul. Próbálom a buksiról lehúzni, rászorult, és a makom már akkor, mint egy Wehrmacht sisak. Nem fogod elinni, úgy néz ki, mint egy mézpergető. És eszembe jutott az, hogy vajon hány ember vesztette már úgy el valamiét, hogy inkább vett egyet, vagy meghamisította, vagy eltüntette, vagy nem vallotta be a kedvesének, csak hogy ne derüljön ki, drága hallgatók. Nekem se vallotta. Megint itt van. Szeretlek, kicsim, minden úgy lesz, ahogy szeretnéd, és azt ígérem, hogy mindent úgy fogom csinálni ezek után. Felítve ügy a küszöbre az ajtó elé. De most két választásom van. Vagy úgy megyek haza, hogy ott hagytam a jegygyűrűmet. Vagy megpróbálom átlinkelni a hétvégét, mindig csak a bal kezemet mozgatom. A jobb kezemet furán eltugom a hátam mögé mindig. Miért állsz ilyen furcsán? Miért állsz ilyen furcsán? Beállt a hátam és vakarom, tudod. Két választásod. Mi történik? Persze, hogy megadod az esélyt annak, hogy legalább ne legyen szar hétvégét. De miért próbáljuk nem hazudtad meg? Azt? Mit? Ott már nem tudsz. De hazaérsz, mert ha észrevetted volna, hogy nincs rajtad a gyűrű egyáltalán, akkor azt mondod, hogy kicsim, nem láttad a gyűrűmet, mert edzés előtt letettem ide a hálószobába az asztalra. Az edző két nappal később telefonált, én aztán észrevettem kb. 3 óra múlva, de ugye nem szóltam, és úgy buktam le, hogy az edző följött vasárnap, hogy menjek majd, mert ott a gyűrű. Egész jól álltam. Hogy mit kellett volna csinálni? Mondjad, hogy? Hát, hogy azt mondod, hogy a gyerekek eljátszották, hogy te elmentél edzésre, és mivel gondos férj vagy, ezért otthon hagytad a gyűrűt, hogy ne veszíts el, érted? De akkor azt mondja, hogy vegyem föl, de nem tudom fölvenni, mert nincs otthon. És itt jön be, hogy mi van, hogy ott hagytam a gyűrűt? Kicsi Noel eljátszotta. Ez a legjobb.
A Noel volt! A Noel játszotta, vagy néz, a Benny. Néz. És akkor mi van? És akkor azt mondja, hogy keressen meg, és akkor két napig kamu keresek egy gyűrűt, mert tudom, hogy az edzésem hát van. Az miért jó? Nem, hogy két napig térdelek a gyerekszobába, és keresem a gyűrűt. Játszották, itt van valahol. Van. És utána pedig visszahozott két vagy három nap múlva, amikor visszakapod az edzőt, amikor kivált az acival. Nem jól gondolkodtok. A Noelnek a cuccai között. A Noelnek a cuccai közül, itt az egyszer csak itt van. Hoppacska! Nem jól gondolkodás. Nem, mert akkor tönkre megy a hétvégét. Egyértelmű tagadás, egyértelmű kézeltüntetés, egyértelmű ellenállás, lebukás csak a végső esetben. Ez az, ami egyértelmű terelés. Persze! A feleséged egy intelligens nő abban a pillanatban kiszúrná. Két választásod van, péntek van, jön a hétvége, minden jó lesz. Éppen mentünk valami, nem tudom, ilyen valahova elutaztunk oda a Körös partjára, mert ez nem most történt. Két választás van. Vagy tagadsz és csak bal kézzel vezet és elrejted, vagy bevalod és tönkreteszed a hétvégedet. Mit csinálsz? Hát persze, hogy megpróbáld megúszni. Ki az a hülye, aki már pénteken elmondja, hogy elhagyta? Játszunk arra, hogy hát, ha nem veszi észre. Egyértelmű, ússzuk meg. El. Hát most mondom, otthonra leraktad otthon, és a gyerek eljátszotta, de már indulunk drágán. Beleakadt a kettlebellnek a fülébe, és lerántott. Képzeld, mi van akkor a csaj az edző? Na, akkor mi van? Hát már akkor megtalálta a Brigi, vagy a Kati, vagy a Juli. Azt nála gondolt, van egy gyűrű. Azt gondolod, hogy lehol a második edzés. Szerintem már valószínűleg egy mappája van otthon. Egy dossziéja van már az edzőről. Tehát az, a kiderült az volna. Tuti. Mindig így veszem fel. Szia Attila! Igen, Attila. Szia Attila! Ja, az felejtsd el. Komolyan, fia, hazajön a Viki egy gyűrű nélkül. Igen? Észre se veszed. Na ez a baj, hogy te észre se veszed. Mondjad, kicsim! Mondjad! Azt mondja, de mondd be, itt mondd bent, hogy hallják. Csukat keresztül is hallatsz. Figyelj, jön, hallgass, milyen áldott egy asszony. Mondjad, szerelme. Elhagyod. Tessék? Én vagyok a hibás, hogy te elhagyod. Nem azt mondtam, hogy te vagy a hibás, azt mondtam, tökéletes vagy. Nem. Fölhívlak. Igen, igen. Hogy van egy találkozó. Így volt, drágám. Így van. És te nem voltál otthon. Nem, én nem. Edzettem. Kérd bocsánatot tőle most. Most elnézést kérek. Hatszor felhívtál. Hát normálisak a nők. Mi a különbség a között, ha valaki egyszer felhív, meg hatszor? Értitek ezt? Na ez egy másik dolog. Mondjátok meg nekem, hogyha keres valaki egyszer. Mi a különbség, hogy hatszor keres, vagy egyszer? Hát látom, hogy keresett, érted? De hogy nagyon keres. Ha hatszor keres, akkor nagyon keres. Ez már szakember kell, mi nem tudjuk segíteni. Ugyanúgy visszahívom, egyszer keresed. Ugyanúgy visszahívom, egyszer keresed. De később hívod. Megbeszélted, aha, azt a találkozót, azt hív vissza. De az nem érdekelt, az ott el volt várt, azt tudta, hogy kések egy kicsit. Érted? Nem, hogy tudtam. Tudod, mi van? Miattad hagytam ott azt a jegygyűrűt. Na, amit mondani akarok. Hazajönne a Viki. Hazajönne a Viki jegygyűrű nélkül, ti kibarulnátok? Hát, hogyha a Viki hazajön. Na jó, úgy értem, hogy akkor a ti párhatok. Én nem bánnám annyira. Jó, Mónika hazajönne. Egyszer cserélhetünk. Én 40 évesen már én is nagyon sokszor mondom a swingert neki, de nem akar. Szóval mi van? Akkor mi van? Na, a béka két hét után hagyta el a jegygyűrűjét. És akkor? Hát majd akkor megtalálja. Leküldtem keresni a hóba. Engem nem zavart. Egy napig, egy éjszakát kereste a hóba. Nem jöhetett föl. Nem lenne jó. Biztos, hogy nagyon komoly következményei lennének. Például kiakadná vállam, amikor azt mondanám, hogy szabad vagyok! És a levegőbe csapni. De nem, mert azt mondom, oké, elhagytam. Oké, levettem jogán, hétfőn értem megyek. Hát most, és akkor mi jogán van? Miért ilyenek a nők? Most mi van? Levetted két nap. Milyen jogán? Hol most mit? Crossfit tettél. Nem jogáztál? Nem úgy értem, tudom, hanem hogyha a Viki jogán hagynál. Ha Viki jogán, én nem borulnék ki. Hát mi van a nőkkel? Anna, mi van veletek? Ne tereld. Nem ez a baj. Nem a gyűrű a baj. Dehogy az, hogy mindent elhagysz, az a baj. Itt mondja nekem ki, mindent elhagysz, az a baj. Hát itt találtuk meg a jogosítványodat egy év után a pult alatt, ne szövegelje már. Igen, egy éve itt volt. Igen, múlt héten ott volt a pénztárcád. Eltüntetek, mint a fekete lyukba, adunk neked valamit, elérsz a pamlagig, már nincs a kezedbe. Ez is így van. A Rodolfo a kanyarban nincs hozzád. Én kommenti, értitek ennyi a nőket? Ez a problémája. Igen. Na, megöltem mi a bulit. Egy házasság közvetítő vagy? Itt mondja nekem kint szerencsét. Mindent elhagysz. Ez a baja. Múlt kösít hagytad a vajnálak a levét, a léci. please. Írt a vajna. Please. Most indul a radio, please. Jól van. Na, drága hallgatók, értem én. Értem én. Látod, értem én velem. Látom. Most letörtél. Most komolyan lemmel, mert nem tudlak meggyőzni benneteket, és azt hittem, hogy ti mellém álltok ebben az ügyben. Mert magyarázat, hogy azt mondtad volna, hogy belerakadsz még három brillt, elhittem. A sajátomban, hülye, a sajátomban, mint belerakok három brillt. Hát az öt mellé. Tessék? Úgy
Ők ismernek téged. Ők ismernek a legjobban náluk, már csak te ismersz jobban szerelmet. Tökéletes, csak egy szó, de itt vagy te. Mit mondhaték, drágám, mindenben igazad van. Szóval, azért rohadékok vagytok, hogy ebben most nem védtetek meg. Egy kicsit azért hoztam be ezt a sztorit, hogy meggyőzzétek Vikit, hogy nyugi, Viki, ez ebben semmi káros nincsen, meg kóros. Engem sokkolt, hogy beszállt egy angyal. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk. Nem csak egy gyűrű. Amikor elhagytatok valamit úgy, hogy tudtátok, hogy abból balhé lesz, ezért meghamisítottátok, megvettétek, rejtegettétek, eltüntettétek, próbáltátok letagadni, mert tudtátok, hogy ha kiderül, hogy ez nincs meg, vagy az nincs meg, hazamentek, akkor vége van. Nagyon sok nő reagál egyébként, nagyon sok elvesztett tárgyra, ugye kicsit szerintem egyébként fölöslegesen túlzó módon, de sokszor hallani ott, hogy nem mered elmondani, nem mered bevallani, helyette veszel egy másikat, kicseréled, tudod, hogy az eltűnt, soha nem lesz meg, de gyorsan raksz oda valamit a polcra, hogy ne vegye észre a kedvesed, mert akkor balhé van. És főleg akkor, ha te tőle kaptad, és úgy veszíted el. Tehát az annál nagyobb hibát nem tudsz elkövetni. Hát én egyszerre kimentem a játszótérre a virággal, és csak a bicikliben mentem haza. Igen. De úgy, hogy... Csak az értékre figyelt. De úgy, hogy te tekerted. Mi a gond? De úgy, hogy te tekerted. A kis három kora is volt egyébként, hogy nem tudom kinyújtani a térdemet. Fücsmű résztél, és nagyon tetszett. Na, hogy éreztétek magot? Hát jó volt, köszi. És a virág? Hát szépen elárultatok. Szépen elárultatok. Nem árultunk el, hát a normális behoztam önigazolásként ezt a történetet, hogy meggyőzzétek ezt a szent asszonyt, hogy bolond. És erre mi történt? Ellenem fordultok. A kéz, amiből etetlek benneteket, beleharaptok. Most, na most a ezzel... Ezzel... Szájpenésze. Az etető kézbe martok. Na, ti viperák. Mert akkor lennénk árulók, ha azt mondanánk, hogy igazad van, mert neki van igaza a Vikinek most. Te hordod egy gyűrűdet? Nem is hordod. Te ezért nem hordom, mert egyébként biztos, hogy nekem is van otthon. Egy puha, aki még nem is házasodott, meg egy, aki nem hordja. Én marhára nem hordom. Jó, de az barátsággyűrű. Hát a francokat, ez eljegyzés, csak hosszú eljegyzés. Az egy nagyon hosszú eljegyzés. Hát, van egy eljegyzet, meg egy aki nem hordja. És ti mondjátok nekem. Igen. A fehér csík van az ujjadon, nem szeretem. Napoztatnunk kell. Drága hallgatók, írjátok meg, jól történt veletek, hasonló, várjuk az SMS-eket. Ki mit hagyott már el úgy, hogy nem merte megmondani otthon, mert tudta, hogy balhé lesz belőle, mit talált ki, mivel helyettesítette. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos híre után. Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:49 lesz pontosan. 7 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egyre tökösebb ez a kis grófú. Igen, egyébként jó. Kicsit offspringes volt, de egyébként egészen. Igen. Sok a gitár, de... Egészen jó, így van. Na, szóval, hogy 3:49 lesz 7 perc múlva. Újpesti, Baros utca, Irény János utca, sarok most állítják a három lábút, figyelje mindenki. Kaptuk SMS-ben Trófertől, köszönjük szépen. Balatonon a 47-es kilométernél Székesfehérvár előtt mérnek, Balaton felé, valamint a Diósdi lehajtó előtt az M1 felé, a belső sávon keresztben egy kis teherautó, úgyhogy az M0-áson is dugó lesz. Köszönjük szépen. Mi pedig eltűnt dolgokról beszélgettünk, és arról, hogy az ember mit tud csinálni abban az esetben, ha valamit eltüntet, észre se veszi, aztán észreveszi, de megpróbálja a hétvégét ugye kihúzni. És hát már tetováláson, új bekötésen, és nem tudom, mint gondolkodik, hogy ne derüljön ki, mert az egyértelmű bevallásnál jobb a kivárás, a tagadás és az észrevevés, mint a hétvége azonnali elrontása. Legalább adjuk meg az esélyt annak, hogy jó legyen a hétvége, ha valami eltűnik, ugye, és hát hallgatóink is járnak azért hasonló szerepe. Nem csak egyébként most jegyűrűs eltűnős történeteket várunk, hanem bármit elvesztettetek a szüleitektől, és megpróbáltatok valahogy pótolni, berakni, visszavásárolni, vagy elrejteni úgy, hogy a hiányát odahúzni egy könyvet, álcázni valamivel, hát, hogy apa, anya ne vegye észre, hogy eltűnt. Mert nem volt jó a magyarázatod. Tehát hazamentél, és akkor jöttél ez az edzéstémbe, hogyha azt mondtad volna neki, hogy mit tudom én, most fognak indítani egy kiállítást, Halhatatlan szerelmek címmel is elkértek, hogy az egyik tárolóban ez lesz. Oh, igen. Ki lesz írva, nem igen. Tényleg beadtam még belegravíroztatni valamit, visszük hétfőre a tiédet is, tudod, igen, az kellett volna. Először a sajátomba gravírozok valamit. Itt lesz Brühl Adél, itt pedig te. Igen. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt! Halló, hello, ciao. Na, te mit hagytál el? Hát én nem elhagytam, hanem egy haverom leradott nálam egy tengeri maratot arra egy hétre, amíg elmenj nyaralni. Oh. Csak ez elég zajos állatnak bizonyult. És hát én úgy gondoltam, hogy ezt jobban én szabadon engedem, aztán egy hét múlva vettem neki egy ugyanolyat. Ne!
Nem mondott komolyan, hát, tehát minden a második nap úgy döntöttél, hogy túl hangos, elengeded a hörcsögöt. Nagyon jól érezte magát kinn a szabadban. Te igen, nyilván. Odavaló. Sőt, mosolygott és integetett vissza a kis kutonyra a hátán. Köszönöm, kisben. De ez egy sas volt már a hátán. Végre szabad vagy. Figyelj, és... Nagyon örült a másiknak, úgyhogy semmi gond. De tudta, hogy másikat kap, vagy ezt nem mondta rá? Nem is szó, aha. Nem fájod így neki. Na de várjál, azóta se tudja? Tehát, hogy... Nem. Uh-huh. Nincs jobb egy megbízható barátnál egyébként, egy minél szondagban, ugye? Hát, igyekszik az ember a legjobbat kihozni magából. És aranyosan mosolyogtál, végignézted, hogy hogy örül neki, hogy kis hörcsögöm, hogy hiányoztál, jaj, de cuki vagy, elvonultak ketten, te pedig tudtad, és nem mondtad el neki, hogy az már nem ugyanaz az állat. Hát így igaz. Nem is jött rá, nem is vette észre? Nem. Egy volt, hogy kicsit csodálkozott egy idő után, valahogy túl sokáig él ez az állat, az egy fiatalabbat vehettem, mint az övé volt. Ah, tehát volt egy matuzsál, ami 13 éves, te megvettél egy 6 hónaposat, és gondolod, hogy hihetetlen, még. Már 26 éves a hörcsögöt. Ezt a csodát. Ez nehéz volt röhögés nélkül megállni, amikor erről mesélt. És nyilván most hallja, tehát lehet, hogy ezt most tőlünk tudja meg, ha esetleg hallgat minket? Nem, mert úgy be vagyok neked, hogy a hangomat se fogja megismerni. És akkor a Márkusz is állnév, amit mondtál nekünk, igen. Szép. Jó van, köszi, hogy elmondtad. Én köszönöm. Ciao. Ez jó. Ezért kell vigyázni mindig ezekkel a beazonosítható állatokkal. Sokkal jobb, hogy egy bocsáskát veszel neki. Azért Márkusszal kirándulnánk, azért nem ő vinni a kulacsot, nem? Gyerekek, legyünk őszinték, hogy ugye? Hogy azért sivatagban nem Márkusz vinni a kulacsot, ahogy szokták mondani. Elmondva a történet alapján, nem. Ő nem vihetne semmit. Na, nézzük még egy-két SMS, mit írnak a hallgatóink. Egyszer a vonaton felejtettem egy koffert benne egy csavarbehajtóval. Céges szerszám volt, és közel 180 000 forint újonnan. Vettem másikat, azóta a főnököm nem tud róla, de az asszony igen, és meg is van bocsátva, hogy mi a titkom, el kell játszani a hattyú halálát. Nekem ez bevált, írja egy hallgató. De hát ha vettél másikat, akkor miért kell eljátszani? Hát akkor pótolt. Hát ott a pénz otthon, az, ami ér, igen, a pénzt, a kiadást kellett megmagyarázni. Ja, a főnök meg ott... hogy örült neki, belenézett a kufferbe, milyen jól bánsz ezzel a szerszámmal. Hello Balázs, én veled vagyok, egy éve Hajdúszoboszlón a gyógyvíz miatt hagytam el a jegygyűrünket, a férjemet is, ez az eljegyzési gyűrűn volt. A békefürdő közepén sírtam, mire elnevette magát a férjem és a húga, ugyanis ők már megtalálták. Hidd el, hogy egy zseni nem tud holmi világi dolgokra figyelni. Nyalogassátok már egymás sebeit. Hogy legalább ti velem vagytok. Két zseni, hogy egymásra találtak. Igen, összeborulva egymás vállán, picit sírva, milyen nagyszerűek vagyunk mi kenten, csak a világ nem ért bennünket. Ez megérted, és nem nekem kellett kimondani. Hát az, aki változzon a világ. Teljesen igazad van, Balázs. Én zsebretett kézzel éltem volna túl a hétvégét, csak lenne bukjak. Sőt, be is kötöztem volna, hogy csúnyán szétvágtam. Tibi küldte nekünk. Az én drágám se tudja, azt se tudja, hol van a jegygyűrűje. A teljes ruhapénzen vásárolt öltönyét a vonaton felejtette egyszer. Nem volt balhé, így cserébe a zsebében felejtett és általam 60 fokon kimosott iPhone-jáért sem szólt semmit. Csak nézett sokáig lila fejjel egy irányba. Párom megszült, én mentem boltba, egybekötöttem a kutyasétáltatással, hazaértem, párom furán nézett, kérdezem, mi a baj, hoztam mindent, mire megkérdezte, hol a kutya? Ott felejtettem a bolt előtt. Szegény ott ült. Én balva, amit kaptam. Igen. Én apám katonai kését hagytam el egy horgászat közben, elég ritka darab volt, 6 évig nem mertem neki elmondani, hogy hova lett, de mikor kerestem, mindig azt mondtam neki, hogy kint van a garázsban, majd később behozom. Amikor bevallottam neki, hogy mi lett, nem mertem elé kerülni jó pár hétig, 10 év után sikerült találni egy ugyanolyat az interneten, meg is vettem, amikor megkapta szülinapjára ajándékba, elsírta magát a meglepetés miatt. A kérdés, hogy hogy vetted meg neki? Hogy... Hát aha, nem bevallotta, tehát akkor ezt már nem úgy vette meg, mintha az lenne, csak egy hasonló. Mondjuk egy pár évig azért elég vakon bízott benne a fatermel, hogy nem ment ki egyszer a garázsba, hogy megnézze. Igen. Egyszer a Dallas sorozat Jockey Ewing-je mondta, hogy minek mondjak igazat, ha hazudhatok hihetőbbet. Mekkora duma. Belehajszolják a nők a hazugságba az embert. Egyébként tényleg így van. Tényleg így van. Tamás, abszolút az kimondtad az a lényeget. Ha tudom, hogy nincs balhé, elmondom, hogy figyelj drágám, az, hogy levettem a gyűrűt, de nem, hiszen már előre látom a konfliktust, mit csinálok, ez belehajszolom magam a hazugságba, és próbálom menteni a mentető. Azt mondja, figyelj, megvan, hétfőn fölveszed, persze, hogy fölveszem. Nincs balhé. De tudtam, hogy nagyon, ez nekem nagyon tetszik. Tamás, kimondtad a lényeget, a nők hajszolják hazugságba a férfiakat. Ez nagyon jó, tehát nagyon mi vagyunk a slendriának, mi vagyunk a hazugok, mi vagyunk a hűtlenek, de a nő azok a mindenek, mert belehajszol mindenbe minket. Nagyon fontos mondat ez. Nagyon fontos mondat ez, hogy miért kell mindig mindenen feszkózni. Lazán veszünk, nincs kamu. Nem veszük lazán, akkor kamuzunk, amíg élünk. Sűrű hangoztasd, de ez majd otthon örülni fog neki a Viki szerintem. Na.
Jó kis egymásra borulás ez. Igen. Sebestyén úr, mikor jön a többi jegygyűrű másolatáért az ötvesre? Balázs, ne foglalkozz a két puha pöcs papucsal, tökéletesen igazad van. Nem mi vagyunk a papucsok, ez ma már kiderül, de mindegy. Aha, na. Igen, picit fura, mert hogy én nem szoktam elveszíteni azt, hogy fel se húzok. Na, de te nem is hordod, ez az, na látod, na, ez az igazi árulás. Én nem fogom, én nem játszom el az izét, a hűséges férjet. Igen, köszi Balázs, 8 hónap után most tűnt fel a csajomnak, hogy nem hordom a gyűrűt. Tényleg most többen írják egyébként, hogy nagyon komoly feszkó van. Van az egész országban. Többen írják, hogy nagyon komoly feszkó van. Na most miattatok tört ki a balhé, hogy ki mit hagyott el? Balázs egyébként veled vagyok, Stumi küldte nekünk. Mi egyszer apukámmal együtt ott hagytuk el a lakáskulcsunkat, úgyhogy nem tudtunk kimenni a lakásból, míg anyukám haza nem jött. Nem hitt el, hogy ezért nem mentünk érte a munkahelyre. A kulcsok egyébként azóta sincsenek meg. Egyébként ezt, ha valaki egyszer tényleg megmagyarázza, hogy hogy tűnik úgy el egy tárgy, hogy a kezemben van, és a következő pillanatban soha többet nincs meg, ez szerintem egy képesség. És ez néhány embernek megvan, néhánynak nincs. Én nem irigyellek ezért, hogy neked ez megvan. Figyelj, nem hiszed el, hogy átteleportálom őket. Szerintem van egy időkapu otthon, fogom a napszövegemet, és egyszerűen úgy hajítom bele ebbe az időkapuba, és teleportálom át egy másik dimenzióba, hogy soha többet nem lesz meg. De tényleg úgy tűnik el minden, hogy soha többet. És van egy bolygó, aminek a felszínet te elveszett tárgyait borítják? Van egy bolygó, ahol mindig megjelenik valami, egy kapunyító, egy infrásriasztó, egy távirányító, egy mit tudom, egy jeggyűrű, és ott az a bolygó csak ezeket a tárgyakat gyűjti. A kísérszeg is idegen, rohadjál már. Te leszemetel az egész rohadt kis bolygót. De ezek nincs ilyen, hogy ott van az egyik pillanatban a kezedbe, és a következő pillanatban egyszerűen nem tudod, nem, el, hogy tűnik el. Mire tesszük a helyére? Tudom, hogy rémunalmas. Miért vagytok ilyen bántóan tökéletesek? Annyira rohadt unalmasak és tökéletesek vagytok, hogy ez már fáj. Morfiumozni kell benneteket a tökéletesség ellen, hogy nálunk az van, hogy ez inkább Móniak a sajátossága. Tehát, hogy én mindent a helyre visszateszek. Tehát, hogy megint egy vonás, ami arra mutat, hogy hát inkább nő vagy, mint férfi létek. De nem, mert a nők pedánsak. A nők kényszeresek, pedánsak, és mindent A-tól B-ig elfakolnak, megcsinálják, listázzák, és beírják. Mónia szétszórt nálatok nálunk inkább? Igen. Igen, ő hordja egy gyűrűt? Nálunk ő hordja. Hordja? Hordja. Hogy a négyét is. A tiédet az is. Azért vettünk kettőt, hogy ő tudja hordani egyet. Az enyém az valahol otthon van. Nem tudom pontosan. Azt se tudod, hol van. És én nem vagyok a puha. Nem. Nem. Van egy ilyen falra csavarozott, ilyen kis, hogy hívják, ilyen kis doboz bent a garázsban, van egy csavaró, kalátétek, tiplik, és ott tartom. Jaj, te álmacsó. Igen, mindenféle ilyen kis apróságok között. Ez valamire majd jó lesz valamikor. Hagyjál már, ez a telefonás az nagyjából ugyanúgy néz ki, mint amikor Vikiből jön a stúdióba. Igen, anyácska, ott leszek, anyácska, megcsinálom, anyácska, nyomod itt a keményed, persze, itt megszól a telefonod, itt állsz vigyázva. Így van, anyácska, nem mondtam, anyácska, úgy lesz, anyácska, megyek érted, anyácska, persze, most megnyomjátok a keményed, én legalább felvállalom, hogy nem én vagyok az úr otthon. Ez legalább egyértelműen kiderült ebben a rádiószerűen. És hogy röhög? Ne röhögjél nagyon, mert aztán este kint alszol a kereveten. Szinte megdermettem ettől a szintű keménységtől, ahogy odavágta, csak így ezt a fél mondatot ne. És már majdnem el is hittem. Én is járok focizni heti rendszeresség, egyszer bedobtam a táskába a meccs előtt, és az valahogy beleesett a zuhanyzó zacskóba. Egy hétig kaptam a savat, hogy milyen egy trehány ember vagyok, tuti nem is edzésem voltam. Senkinek nem kívánom azt a hetet. Jött ez is SMS-ben. A barátom a babakocsiba a tekepályán ott hagyta a lányát. De hogy miért viszed a tekepályára? Vagy ez az van, hogy elviszem sétálni a gyereket? Persze, mentek, hát kell ennek a gyereknek a friss levegő anyag. Szuper, tudod, a sarokban mit tekéztek a haverokkal, jó? Hazállítasz a gyerek nélkül? A gyereket nekem még soha nem sikerült elhagyni. Hát mert nincs benned, hogy elvitted, akkor minek vinnéd haza? Hát nem, ez te tegézni mentél. Mert a gyerek általában a kocsiba van, te egy kocsi nélkül nem mész sehova. Általában mindig megvan, kicsit leengedem az ablakot, tudod, hogy ez legyen egyfajta cirkulálás, azért menjen a szél, és aztán bemegyek plázázni. Na, ez nem volt igaz, ezt ne írjátok. Igen, ezt ne írjátok meg, hogy Balázs a kocsiba hagyja a gyereket. Most váltottak a bulvár újságírók, észrevettétek? Igen. Mióta mondogatjuk a Balázs beszólt, most más szinonimát találtak. Most a Hajdu kapcsán írták meg, hogy megalázta, belerugott. Most abba hagyták a beszóltat, most a megalázta, belerugott. Ja, megalázta, belerugtál a Hajdúban? Nem. Beszéltünk pénteken a műsoráról, hogy nem adja. Tök normálisan, egyáltalán nem. Azt is elmondtuk, hogy van, amiért szeretjük a Pétert, és ez a műsor viszont nem áll jól neki, ezt te mondtad, hogy igen, ez nem az ő stílusa. Ez beszólás. Na mindegy, legalább nem mennek át most egy hétig.
Hozzánk, azért hozzánk olyan nagyon sokat nem jár. Hozzánk azért nem járnak olyan nagyon, nagyon sokat. Na, megmutatjuk, hogy mi a beugró, a hármas ugrásra, mit szóltok hozzá? Menjen! Menjen, jó? Köszönjük az SMS-eket, igen, lezártuk a témát, mutatjuk a beugrót, figyeljetek. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Na. De legalább még nem volt. Ez nem volt még. Megmutatjuk még egyszer. Nem az van odaírva, ami az utolsó. Mert hogy ez nem Adél az utolsó, hogy uh-huh. mondom, sűr, mínusz 7000. Adél van odaírva a végére, de ez nem Adél. Ez nem. Ha. Ez nem. Meg nem ő. Tudok kölcsönödni, Zsül, mert már kifutsz lassan. Igen, lassan utalsz egy nagyobb szabad szemmel látható összeget, hogy itt dolgoztál májusban, Zsül, csak mondom, így állunk jelen pillanatban. Igen, na, írjátok meg, hogy mit hallottunk, jó? Kettő darab dalcím, és kettő darab előadó. Ez az, amit várunk SMS-ben. Csak egy kicsit erre a gyerek sztorira visszatér, vagy benhagyod az autóba. Most mentem haza tegnap, azt hiszem, hogy tegnap előtt, és az egyik lágosozó előtt állt egy autó a tűző napon, aludt benne hátul a gyerek, és járt a motorja, mert hogy menjen a légkondicionál. Elaludt a gyerek, ők viszont bementek ebbe a bizonyos lángosozóba a szülők, és kinhagyták az autót. Látótávolságon belül volt, tehát rá tudtak nézni a gyerekre? Hát ez... Nem voltak messze tőle, de pont úgy volt, hogy megálltak a fal mellett, be kell menni a lángosozóba, tehát ha ők ott leültek, minek? Akkor nem látták. És minek? Azon mit minek? Hogy minek mennek aludt be a mind gyerek. A ketten? Ja, tényleg, és nem tudja elvinni neki ezért, hogy nem tudja elmondani, hogy nem milyen kell. Nem akarta, kocsiban nem eszünk lángos, hogy mert lángos ja, tényleg, lesz. Mert ide tejfős szóval... sajtos lesz a kárt. Igen, most nyilván ez egy kisgyereknél áldás, ha alszik fél órát a kocsiba azért. Igen. Ott az ember tud kompromisszumot kötni, legyünk őszintén, amikor Noel elalszik, nem hagyom ott, de azért nagyon tudok örülni. Ha valaki megszólal, átvágom a torkát, van fél órám, hogy túl alszik a gyerek. Tudok egyet fújni végre, elaludt. Igen, de ott hagyod járó motorral az autót, nyilván behúzod a kéziféket, és azon gondolkoztam, hogy az a gondosság, hogy megy a légkondi, az tök jó, nyilván, hogy a 30 fokban a gyerek ne följön meg. De hogy ott hagyod az nagyobb autó... hogy bepattam valaki. Tehát, hogy de ebben nem az a kemény. Bezárni, hogy hát, ha jár a motor, akkor nem. Nem tudsz olyat, ugye? Ha csak nem ilyen start-stoppos indításod van, nem, de szerintem nem tudsz rázárni úgy, hogy gomba jár az autó, te elviszed a sluszkulcsot és bezárod, miközben jár az autó, szerintem a kocsi nem engedi. Figyelj, a gyerek felébred közben, ő azt se tudja, hogy hol vannak a szülei, érted, és elkezdett. Ezt meghallod, tehát, hogyha azért a füled ott van, azért egy picit nyog a gyerek, azt hallod, meg ránézel. Itt inkább az a para, hogy valaki beugrik és nyom egy kövére. És elviszi az autót. Látja, hogy gyerek nem is veszi észre a gyereket, csak látja, hogy járó motorral ott van egy autó. Azért végignézett, hogy valaki elviszi a saját gyerekedet az autóddal együtt, az nagyon bátor. Ennél én nem olcsó kocsi volt ráadásul. Aha. Hát, hogy... Jó, nem tudom, milyen ott a lángos. Nagyon jó, azzal nem hát volt akkor... baj. Akkor véleményes. Nem viszik, akkor vélemény, akkor lehet. De mert az első ülésen ott volt valami, rohadt nagy pitbull, tudod, így rohadt, habzószájú dándok, tudod, ahol nem ülsz be. Ott ült bent talán a nagymama, nagyon fura széles mellkasa volt. Nagyon lihegett, és folyt a nyál a szájából. És egy ilyen kis csont alakú, ilyen rézmedál volt Killer felé. És egy aportfa volt a szájában, ez a nagy, egészen fura. Az bátor, az igen. Bátor. Szerintem gondolkodtam, én ott merném-e úgy hagyni. Jár a motor, nem, biztos, valaki nem. Beugrik, és nem is látod nagyon, hogy most ha te kocsit akarsz lopni, nyilván nem nézed meg, hogy van-e benne gyerek, vagy valami, azt látod, hogy jár a motorja, elől nem ül senki, akkor beugrasz és elviszed. Meg akkor hát később. Meg gyerekkel együtt. Uh-huh. Meg tök körülmény, és később visszakapni a gyereket, nem? Mert hát ha alkudoznak, vagy a laptop, a felbecsültetett értékű információkkal, vagy a gyerek érte. Vagy a gyerek melyiket választod. Igen, napság nem volt. A potkulcs bezárt, tehát van egy kilezgós indításon, az például a BMW-nél bezárod. Ugye ott ugye start-stop gombbal indulsz, kilezgós, hogy jó autó volt? Jó. Akkor el tudom képzelni, rá tudod zárni. De volt ilyen kilezgós autóm, de sosem próbáltam, hogy járó motornál, ha kiveszem a sluszkulcsot, be tudom ez zárni. Igen, de ha elmész, várjál csak, mert az akkor tudsz oda, akkor tudod kinyitni az autót, ha közel mész hozzá. Uh-huh. Kinyitod, megnyomod a start-stop gombot. Ott kell, hogy legyen a sluszkulcs. Igen. Van. És ha elmész, akkor és nem áll le. Nem áll le? Nem, ha egyszer elindítottad, nem áll le. Az lényeg, hogy az indítás pillanatában ott legyen a kulcs. Vagy hogy van az? Hogy nem kell látnia egymást, vagy éreznie egymást az autónak, meg a kulcslapokból. Érted? Mert hogyha te egyébként nálad van, ott ülsz az autó egy idő után mellett, leáll. Elviszik a kocsit, akkor leáll. Akkor azt ez a megfejtés, hogy elvitte a kulcsot, és tudta, hogy egyébként, ha te elmész, és a kocsi érzékeli, hogy nincs ott ugye a kulcs, és úgy vitték el, és akkor bizonyos
távolságon belül a kocsi az leáll. Valam volt, én egyszer elmagyarázták, csak nem figyeltem, mikor ilyen autó volt. Már tudtad, hogy elautod. De van valami, hogy érzékelnie kell a kulcsot, aha, igen. Mindegy, ne hagyja senki a gyereket. Hát a autóban, ez ennyi. A legfontosabb. Meg a gorilla ház nem se hagyja, hogy felmászol a gyerek a kerítésre. Na, erről majd beszélünk a hírek után, mert megszaporodtak ezek az esetek, hogy emberek másznak be oroszlánokhoz, hogy öngyilkosok legyenek. Kisgyerek esik be a gorillához, hát ezt azért megpróbáljuk majd megfejteni, úgy, hogy a fenébe történik ez, úgyhogy ott vannak a szüleim. És ezzel le kell lőni a gorillát, mert hülyék voltak a szülők. Ahogy az oroszlánokat is le kellett, igen. Igen. Amikor is ugye valaki beugrott, hogy öngyilkos legyen. Teljesen nem normális. Úgyhogy jövünk vissza, és mindjárt ezzel foglalkozunk. Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Szép reggelt kívánom mindenkinek, itt vagyunk. Hétfő reggel van, csak azért mondom, hogy kitartás, nem mint a nem tudnátok, csak hát valahogy meg kell erősíteni, hogy igen, hétfő van, hát ez most egy újabb hétfő, de elindulunk, és túl leszünk ezen is. Lehet, hogy néhányan most megriadtam. Hétfő? Oh, Isten, kicsi sárnap. Akkor elindulok. Elindulok dolgozni. Én csak amikor júni végén megyünk majd, Szabira. Nagyon, igen, gyerekek, nagyon lelkesek vagyunk. 20. a környékén. Szóval én mindig azt gondolom, le a kalappal. Igen, lehetnénk nagyon lelkesen kicsit, megyünk el. Lehetnénk egy kicsit lazábbak, Szabira. Lehetnénk sokkal lazábbak. A kicsit, mert a júniustól. De aztán majd megkapjuk ezért is a fejmosást. Igen? A hallgatóktól. Jó, hát mindig kapunk, de legalább hiányolnak, az nem. Az mindig jó, hát most gondold el, érted, nem hiányozna senki. Mennyi dolgoztok, mennyiért? Nem tudom. De biztos oda. Azt mondja, 85 és fölött a Nagyszent kopáza között hatalmas a dugó, aki teheti, kerüljön. Henny, köszi. Gyulán az Ajtósi Albert úton mérnek a centrum felé, mérik a centrum felé haladók sebességét. Ervinke küldte nekünk. Illetve nagyon sok helyen írjátok, hogy eltűntünk, ami azt jelenti, hogy nektek már nem tudunk üzenni, hogy tudjuk, hogy eltűntünk, tartsatok ki. Vagy a vihar közeledik. Igen. És, hát, és hogy Lajos bán magával vitte a saját adott hornyait. Ja, az is lehet, hogy Lajos azt mondta, hogy eladtam a rádiót. Ezek az én tornyaim. Mr. Megmagyaró megráncolja a szemöldökét. Hogy miért esett vissza, hallgatott csak 40%-ot. Nem, valószínű, hogy tényleg vihar közeledik. Sokan írjátok, hogy Rakamazon, és eltültünk Miskolctól északra, elnémultunk. Igen, arra megy Kisvárdán is. Szóval megy a vihar arra felé. Uh-huh. Szóltak a kollégák, hogy emiatt. Vagy keményebb eszközökhöz nyúlt az NMHH-hoz. Valaki nagy kapcsolásra bűtett. Valaki nem akarja megvárni a november. Elindult két csavarhúzóval, meg egy 8-as anyával. Rakom az irányába, az átjátszó toronyhoz. Szerinted ez le van a földel? Remélem. Lajos, hidd el, hogy mindent megteszünk, hogy elvegyük, ne indulj, nem várom, akkor is elindulok. Szerintem tudod, ezzel a kis házi kis izével csavarkulcs készítettem, meg nem tudom mivel. Szerszámos dobozzal elindult. Na, azt nézem, hogy igen. M7-esen a 77-es kilométernél kamion a középső szalagkorláton Budapest felé. Polgárdíj ér a sor vége. Ezt Dani küldte. Köszönjük, úgyhogy ott is vigyázzatok. Egyébként nincs nagy baleset, mindenhol egészen jól lehet haladni. Nyugi van. Láttam olyan kis hétfő reggelecske. Még két hét az iskolából, addig lesz ez a 7-től 8-ig való őrület. És tényleg, aztán az... suli szünet. Az. Fú. Megy a kőkemény nyüstölés. Hát most mi csak van? Ezt az egy hetet bírd még ki. De tényleg, ne erezd el az egészet. Még vannak felelések, vannak dolgozatok, vannak szem. De mit nyomasztjátok azt a gyereket? Mit? Ja, adjátok már, mit nyomasztjátok állandóan? Mert a végén a vállán, szúrja és nyomasztjátok. De hogy szúrja el, mit nyomasztjátok azt a gyereket? Állandóan csak nyomasztjátok. Hallom, és az évzáró dolgozatot, hogyha lelazázzon. A nyomasztás alatt azt érted, hogy mi két hét van hátra az iskolából, és azt kérem tőle, hogy legalább egyet vegyen belőle komolyan. Ez a nyomasztás. Nagyon stresszelitek ezt a gyereket. Komolyan mondom, miért nem hagyjátok egy kicsit élni? Hát ez szülői elvárások, hát tényleg. Utána jön két hónap, azt csinál, amit akar. Nálatok? De hogy csinál? Be van táblázva. Sümegi vár, Gyulai vár. Jó, de azon belül azt csinál, amit akar. Élnappal, hajnali fénynél, kazamaták. Nincsen igazad, mert füzérregét. Füzérregét, este reggel, kazamaták, egerben. Hú, de jó, de apa nyolcomotunk, nem baj. Kilencszer megnézik. Zseblámpával, hajnali fényben. A gyerek azt sem, amit akar, abban az egy órában, amíg fel kell és megreggelizik. Utána irányvárat nézni. Jó, de szereti, igénye van rá. Tényleg, nekünk is át kell állni fejben erre. Most már csulis lesz a gyerek, ez az őszi szünet, tavasz szünet.
Nincs olyan, az a legrosszabb dolog ez, hogy olyan kötöttséged van a sulival, mert az oviból, amikor mind a ketten még ovisok voltak, azt mondtuk például a leköltözéssel, mi most már elkezdtünk megint Velencén lakni, most kipróbáljuk a bejárást. Mert eddig az volt, hogy jó van gyerekek, vége van május, vége van az óvodának, nem kell menni többet, de a Mukival most már nem csinálhatom meg, mert ő iskolás, tehát most minden reggel bejárunk, és délután, ezt ma kezdtük el. Nagyon, ingázás, igen? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a vége. Csak mondom, én februárban nem tudok majd elutazni? Nem. De el tudsz, de egyedül. Szerintem jó ötlet. De mi van most, elmegyek 10 napra? Nem tudsz 10 napot, 3 napot tudsz igazolni. Meg ne örülj, akkor is elmegyek. 3 napot tudsz igazolni. Kezdődik. Az, hogy 3 napot tudok igazolni. Szülőként 3 napot igazolhatsz a gyereknek. Utána orvosi kell. Hát nyilván... Na, azért láttuk már nehezebb feladatot. Nincs öröm. A kár öröm nem élni, mert nincs benne irítség. Sose mennél oda úgy, hogy más se menjen. A mumpszos lett, aztán rubeolás lesz, aztán lepkehimlős lesz, aztán barnán a gyerek. Kolerás lesz. Újpesten is lehet kapni nagyon finom pattájt. Megmondjuk, hogy lepkehimlős lett, és ezért napra kellett vinni a gyereket. Nem rossz. Na, csak meg lehet beszélni korábban. Menni. Egy picit már villamos ez a hétre. Te milyen egy rohadt, egy kárörvendő, egy személycsádol. Tájéföld, csá-csá-csá-csá, Bangkok. Szörnyű, ezzel nem is számoltam, hogy most már nem akkor utazunk, amikor lehet, amikor majd kiadja a skólá, hogy mikor van szünet. És akkor még a hétvégi programjaitokról nem beszéltem. Azt én szívesen csinálom, azt én bírom. Nekem az a tényleg, én azt szerettem most hétvégén, és én azt bírom, szívesen megyek. A jó fejek a szülők, meg tök jó arcokat tanárnak, azzal nekem nincs bajom. Együtt a gyerekkel mész, kirándultak, én ezeket bírom. Minden hétvégén. Ne, mert nem lesz az minden hétvégén. Szombat és vasárnap, és ha már együtt vagytok, akkor nálatok is alszanak. Jó, én ezt bírom. Ha ezen múlik, hogy a gyerek jól érezze magát, azzal nincs baj. Jó lesz az. Csácsá, Tájföld, hello, Börzsöny. Csak tudnám, merre induljak a Börzsönybe, érted? Megmondom, hol van Bangkok, megmondom, merre indulok, de azt mondom, irány a Bakony, akkor azért a GPS-re kell indulnom, mert nem találok oda. Sase, hogy hát meg hol lehet? Kirándulok az őrségbe, jó tanárnő, de merre induljak? van ott baj azért bőven. Na, hogy van ez az állatbeugrálás? Mondjátok meg nekem, ez borzolja a kedélyeket. Egymás után lövik ki az állatokat, mert valami hülye beugrik, vagy valami hülye engedi a szegény gyereket, nagy gyerek nem hülye, beugrani. Kezdődött ugye ez ott, hogy beugrott a marha, hogy öngyilkos legyen az oroszlánokkal. Jó, ő nem volt normális, tehát hogy ő nem volt. Tehát annyi szép metró van meg, annyi szép villamos meg, annyi szép vonat. Tehát miért kell komolyan ártatlan állatokhoz beugrani? Ha már azt gondolod, sose értem, hogy magadnak véget vesz. Egy darab kötél, meg lehet oldani azért. Miért kell ebbe másokat belekeverni? Miért kell autóval másnak menni, ha gyilkosak lesz lenni? Miért kell magadra robbantani egy családi házat, vagy társas házat, hogy még 8-an meghalljanak? Hogy mindenki tudja. Mert érted, hogyha most kimész valamilyen kis, itt tudom, valami lugasba hátul, vagy valami, hogy hívják, üdülővezetbe, a gyümölcsfák, keresel magadnak egy szép vastag ágat, aztán ott intézed el, akkor kutya nem foglalkozik veled. Neki a nyilvános se kellett, ő kifejezetten ezt kereste. Nem, valószínűleg nem volt beszámítható. Mondjuk el csak az alapért, hogy mindenki értsen, hogy a pár héttel ezelőtt egy ember bemászott az oroszlánok közé, már meg nem mondom egyet. Mert ő így akart öngyilkos lenni. Így akart öngyilkos lenni, ami egyébként valószínűleg jogos, mert pillanatokat szétkapták volna, de pont rossz napjuk volt, vagy túl jó, vagy nem voltak éhesek. És egyszerűen emberünket nem bántották. Mi történt? Ugye az állatkert igazgatója hozott egy döntést, hogy le kellett lőni az oroszlánokat. Egészséges állatokat kellett azonnal lelőni, a kábítólövedék lassan szívódik föl, még kártett az emberben. Tehát fura, de hogy az emberi élet a protokoll szerint ugye még ebben az esetben is fontosabb, hogy legyen, hát nem fura, azért nyilván értékesebb, mint az állat sajnos. Kilőttek két ugye oroszlánt. Most pedig, hát az ember esze megáll, mert egy gyönyörű, izmos, erős gorillát kellett kilőni. Erős gorilla. Nyilván nem a gyerek kontójára mondom, mert értem, hogy a gyereket meg kellett menteni, de hogy esik be a gyerek? Igen. Hála Istennek nem lett semmi baja, de hogy a szülő nem vette észre, mert ott szerintem azért, hogy belegondoltok az állatkerti berendezésbe, át kell másznod valamin, akkor persze, beleesel egy nagy árokba, az igen, árokból föl kell másznod megint a gorillához, és mindezt teszed elektromos sodronyok között, mert általában még az is van. Igen. Hogy? Senkinek nem tűnt fel, hogy ott mászik egy gyerek, megy, a szülei nem vették észre, hogy jaj, kicsin, fogtad az előbb a kezem, most meg ott hogy vagy. Hogy nem is tudom elképzelni, hogy esik? Nekem ez a lángosozó sztori is egy picit kicsapta a biztosítékot, hogy ott hagyták a gyereket, de hogy ez a Cincinnati beli eset, ez a korrelás, ez olyan szinten feldolgozhatatlan szülői szemmel, szülői aggyal, hogy az elképesztő, hogy egy 4 éves gyerek hogy tud
fölmászni, egyáltalán hogy van lehetősége, nem fogod igen, a kezét, hát nem jó volt, nem jó volt kiépítve, tehát azért mindig van egy rács, egy háló, ami ha valaki belsik, még megfogja, mielőtt ugye az állatok közé tudsz menni, mert az nagyon akarsz, akkor azért be tudsz ugrani itt is szerintem persze, Magyarországon, persze. És ez megoldható. Mint a gorilla tök cuki volt. Tehát nem tudom, láttátok szegény. A videót, tehát azt látod egyébként a gorillán, ugye ilyen ezüst hátú volt, mert már egyébként sincsen azért olyan sok, hogy fogja azt a csöp gyereket, kiemeli a patakból, vagy folyóból, nem tudom mi, az arrébb tereli, viszi magával, igen. Halálosan cukin bánik egyébként tehát vele látszik, úgy, hogy gyengéd a gyerekkel, igen. Tehát nem érti, hogy mit keres ő ott, de apai, anyai ösztönök, nem tudom, hím volt, vagy nőstény volt, megmozdultak a gorillában, és elkezdte terelgetni a csöp kis gyereket, aki ugye nem tudja, hogy hol van, az gondolod, de milyen a gyerek. Igen. És azért csak látod, hogy gorilla terelget, igen. És ugye kilőtték a gorillát is. Kilőtték, igen, hát nem tudták, ugye, hogyha egy altató lövedékkel próbálták volna meg elaltatni az állatot, és nem pedig meg, nem tudták kiszámolni előre, vagy nem tudták volna kiszámolni, hogy milyen reakciói lesznek, miközben elalszik. És hát azért természetesen a gyerek védelmében szólva el kell mondani, hát, amit mindenki. Nyilvánosan ez ember egy jogos ereje van egy ilyen állatnak. Tehát, hogy még azért, mert meg eleve ott sikítoztak, meg ordibáltak, nyilván a szülők is, meg a mencsék, meg stb. Meg voltak egy csomóan, akik azért nagyon figyeltek rá, hogy egy jó minőségű videófelvétel készüljön róla. Ha most segíteni úgy se tudsz, miért utána ugrul? Hát akkor legyen róla felvétel, persze. Ilyenkor a szülők megtérítik az állat a kárát, tehát mondjuk van egy gorilla, nem tudom, 100 000 dollárba kerül, hát ugye az eszmei értéke, hát nincs reális piaci értéke, nyilván nem adják, veszik, vagy mit tudom, egy ezüst hátú két elefánt, tehát nagyjából itt tudom elképzelni az árát állatkertek között, de azt mondják a szülőknek, hogy akkor most kellett lelőni. Miattat kellett lelőni, hogy gondotlanságból, akkor ilyenkor te kifizeted azt az ezüst hátút egyébként? De nem tudjuk, hogy még ugye az ügyből mi lesz, mert adott esetben még beperelhetik az állatkertet is azért, mert a gyerekbe juthatott. Basszus, tényleg gyerekek, hát ezek. Perelni akarják az állatkertet. Már benne van a pakliban. Igen, hiszen nem volt úgy megcsinálva a területe a gorillának, hogy oda ne lehessen bemenni. Igen, és hogyha egy 4 éves gyerek bejuthatott oda, akkor egy felnőtt. Tehát miattad kilőnek egy gorillát, mert te nem figyeltél oda a gyereknek, majd az amerikai jog megengedi azt, hogy el tudom képzelni, tehát ott azért hallasz fura pereket, hogy de bepereld az állatkertet azért, mert bejutott oda a te gyereked, akire egyébként te nem figyeltél, nem áll? Miközben nagyon gyerek szólva is felelőtlen szülő voltál. Miközben te vagy a hülye. Hát persze, hát egy 4 éves gyerek bemászik mellette a kertet, és nem szeded le, és nem szólsz rá, hát egyértelmű, hogy te vagy a hülye, nem? Igen. És már tényleg úgy, hogy végignézed ezt a felvételt, és hát látod rajta, hogy tehát ez a hatalmas, nagyon sajnáltam, hihetetlenül erős, masszív állat, annyi gyengéden nyúl ahhoz a kisgyerekhez. Annyira, persze, jó, tudjuk, igen, ő csak egy, nyilván csomóan írják, majd nem nézte, oktalan állat, nem lehet tudni, hogy milyen reakció. Nyilván nem, persze, meg az ember élet fontosabb sajnos, meg hát igen, szóval, vagy mi úgy döntöttünk, hogy az fontosabb, és ugye megvan az a lehetőség. Én akkor mi van, jön a Díria puskájával, már itt az is egy vagyok, másik állatkert, ahol a Díria puska. Azt szerintem engedjük el. Mi a protokoll? Tehát valaki elrohan, jön egy gondozó, benn van a gyerek a gorillánál, oké, futunk a Dirihez, Diri kiadja a pöcsétet, nyomunk az engedélyre, az állat kilőhető, kinyitja a páncélszekrényt, fölrakja a kis tűzivadás sapkáját, és gumicsizmába elindul a gorilla felé, majd kilövi? Vagy ilyenkor jönnek a gondozók, nem is kell megkérdezni a Dirit, azonnal kilőhetik. Ez olyan, hogy zajlik? Vagy ide gondozónál. A főnök lerakja vissza a puskát, megint beesett egy. Igen, kilőttük az ebrát, kilőttük az ebrát. Hülye, a gorillához esett. Figyelj már oda, amit mondok. Nem, azt kilőttük az embert. Értsd már meg, hogy a gorillához esett. Menjetek, lőjétek ide. Ez az orák után nem a gorilla. Te halul kvalifikál. Igen, elnézést, a kollega új volt. Lelőtt 2 kismakit, egy hosszú jut, meg egy gibbon. Így van. Hülye vagy. A cerkofogból egy sem maradt. Az ezüst hátul esett, szerencsétlen. Szóval ilyenkor mi van? Tényleg, nyilván erre ott fel vannak valószínűleg, készülem. Szerintem a protokoll az olyan, hogy ha ember életben eshet kár, tehát ha ember élet van veszélyben, akkor azonnal lehet használni. Akkor azonnal. Szerintem. Ugye? Uh-huh. Hát ott már nincs nagyon idő arra, hogy úristen, akkor rohanjunk az igazgató úrhoz, vagy hívjuk föl. Hát jó esetben mondjuk ott van, vagy ott tartózkodik a közelben. Hangát próbáltuk hívni egyébként az állatkert sajtósát, csak az a baj, hogy van puskája. Így van, van-e puskája. Nem, hogy megtudni, mi a magyar protokoll arra, hogy ugye ilyenkor mi van tényleg. Tehát ki dönt arról, hogy mondjuk Magyarországon tényleg valahogy bekeveredik egy gyerek az oroszlánok közé, akkor ki adja ki a kilövési engedélyt, vagy ez hogy zajlik? Igen, jó lett volna megszólaltatni egy szakértőt, csak éppen most esett be egy gyerek a flamingok közé. És elnevetett. Elragadott egy nyugdíjas nénit, egy 2 tasmán ördögöt próbálnak. Most túlsztárgyalókat küldtek, mert a nyugdíjas néni az egyiket már nagyon mert a hanga most éppen túsztárgya. Szóval elképesztő az emberi butaság, de tényleg.
Szegény állat, megnéztem, hát borzasztó. Borzasztó. Hány szám gyereknek egyébként nem lett baja. Közben pedig, hogy egy aranyosabb történettel is történettel folytassuk, közben pedig a barna medvék szerelméről is hallhattunk, tehát az állatvilág tényleg felbojdult, mert hogy átjött, vagy mi volt Szlovákiából, hogy megkeresse az ő párját? Ez a múlt hét végén történt, hogy ugye a Szlovákiából egy kanos medve egy átjött ide, hogy találja magának egy kis nőstényt, akivel ő nem volt neki, és lelépett anyu, és utána jött, vagy csak ő csak kereste az újat? Igen, egy nagyon csúnya megcsalásos történet. Egy nagyon fura szerelmi háromszög, egy magyar, egy román és egy szlovák medve, egy brutális megcsalós történet. Ilyen nagyon otellós az egész. Gyilkosság még nem, de... is mondja. De várj, ez milyen cuki, tehát ő szerelmes lett egy lánymedvébe. Volt egy randi, történt valami, a lánymedve elment, igen. Ott hagyta a kis fiúmedvét, és a fiúmedve átjött... Ott hagyta a szagát, átjött fiúmedvéből megkeresni az ő kis társát. Ez halált. Nem fiúméből, Szlovákiából. Ja, Szlovákiából. Fiúmedve, fiúméből. És így kóborolt, hogy megkeresse a társát? Igen. Mi van, ha én egy barna melegítőben éppen gittelek a bokorba? Hát, akkor megtalált téged társnak. Vagy inkább medvehagymát szed. Megyek Bennyvel, Vikivel, éppen medvehagymát szedek barna melegítőben. Csak előre, szedek egy csokor medvehagymát, a nónyi imádodom omletben. És meglát engem a medve. Igen, olyan omletet csináljak. Haj, Viki, visszajöttél. Olyan összeg, szedek neked is. Jó, Viki, de beindultál. Remélem, hogy megtalálod. Hát, mit fog ezt szólni, Benny, ha hátra nézsz? Tudod, hogy imádom, amikor röfögsz? Ilyen nem voltál az első hetek óta. És egy nagyon kanos barna medve hátra nézek, és egy rohadt barna medve ott éppen érted, nagyon tuszkol hátulról. Hát az meg micsoda? Én azt mondtad, hogy az igen szekrénybe hagytad. Nem is tudtam, hogy elhagytad a borotvádat. Ez elő lehetett volna a faháznál is. Tényleg egy kanos medve elől föl tudok mászni a kis barna melegítőben a fára? Nem. Vagy a medve ott lerángatja a gatyámot, és azonnal vége. Az, hogy a medvék csodálatosan másznak fára. Ez igaz? És hát ők baromi gyorsan futnak? Azért tudod, amikor elhelyem az utolsó ágot markolászod a fa tetején. Már tudod, hajlik a vége. Már a susdísznél vagy a fenyőn. Igen, és kiabálsz, hogy nem én vagyok. Tehát elnézted? Nem én vagyok az, akit keresem. Brumi, hidd el, én nem vagyok olyan jó. Azért az kemény lehet. Van a medvék ilyen cukik, hogy ők társat találnak maguknak és elindulnak megkeresni. Ez tök helyes történet. Hát akkor, de tényleg, akkor ott mit tudsz csinálni? Hát feltépsz fogal egy kordont, azt hátra nyújtom. mit tudok csinálni? Semmit. Reménykedem benne, hogy monogám, és nem jár sok helyen. Összeszorítom a fogam, és essünk túl rajta, délután még gyereknapra kell vinnem a gyereket. Régen előrzom el, de valahol valami afrodiziákumot. Gömbéreben az erdőben biztos. Igen. Mi van, akkor a medve elhagyja a jegygyűrűjét. Na hát akkor nem is beszélve. Mi lett a történet vége? Tudjuk, ő megtalálta egyébként? Nem tudjuk, hogy nálunk van, mert itt talál meg párját, visszament, senkinek fogalma nincs róla. Most sashalomnál látták, és nagyon bőgött. És mi ez a sztori? Ez egyébként kiderít? Ez a hülye sztori. Tehát honnan tudjuk, hogy ez a medve szerelmes? Ott rajta volt egy kis tábla, hogy kereslek, kincső. És akkor egy nem, ilyen szív villogott a szemébe. Tehát mi ez a szerelmes medve történet? Ez egy unatkozó vadász kitalált? Tehát honnan tudjuk, hogy ő a párja után jött? Tehát ez honnan fejlődik? Párzási időszakban. Igen, ilyenkor gyermekgyártás folyik. És ő ilyenkor a szex előtt vagy a szex után keresi a párját. Tehát szaggott fog, keveset tudok a barna medvékről. Tehát szaggott fog, hogy azért, hogy megtaláljon egy nőstényt, vagy jól érezte magát, és szeretné újra megtalálni azt a nőstényt. Úgy kereste, hogy még nem volt meg neki. Ilyenkor az apró szlovák falvakban rendszeresen eltűnnek a postások, és nagyon kócosan megtépett ruhában, hatalmas nyolcasra a bringájukban térnek vissza. És még ott tudják, hogy párzási időszak. Legalább túl vagy rajta, Oleg. A társadat két napja megetted, te legalább megúsztad. Na, gyere, így el egy pohár borovicskát. Igen. Szívesen iszom, de ülni még nem tudok. Megvan azért. Igen. Jövő héten nyugdíj, addig szedd össze magad. Én nem tudom, mit csinálnék, találkoznék az erdőbe egy medvével. Nyilván meg lennék dermedve. De hogy... Na jó, ez bocsánat. Igen, jó. Jó, oké, csak azért ne írjátok meg. De hogy egyébként mit csinálsz? Mit kell, mi a protokoll? Megmerevedsz, mint a T-rexnél, mert a T-rex ugye érzékeli, hogy ha mozogsz, és akkor támad, ha megmerevedsz, ott hagy. De hogy mit csinálsz a medvénél? Én azt csinálom, hogy felfújnám magam, mint a gömbhalak.
Állnál ott a kis Tesco szajtroddal, érdett a kis kecsó a bakancsodba, éppen egy kis izé szerté három medvehagymát, hogy rántottál csinálni, és felfújnád magad. Igen, mert nagyobb lesz, és megijed. Rúgnék felé egy feltartó Maigerit. Az a baj, én nem tudom felfújni magam, mert nem vagyok annyira hajlékony. Nem érem el a szerepet. Te jogásztál, de eléred a szerepet. Azért itt a rutin meg az éveknek. Jó, de fel tudod fújni magad, te voltál katona, érteni. Bármennyire is próbálom, még a nyakam nagyon be van merevő. Tehát ilyenkor erőt kell sugározni? Igen. Igen? Diadaliktosan. Masírozni. Igen, hogy lássam. Ma már te vagy a harmadik? Amikor az van ugye, hogy szélirányba kell állni. Tehát a medve egyik, hogy tudtátok, hogy baromi okos? Igen. Iszonyat agya van. Tehát, szélirányra, vagy mire? Nem, de rettenetesen okos, és nem tudott kijátszani. Tehát nagyon nehéz medvét elejteni. Nem elég az, hogy lerakod neki a húst. Nagyon okos a medve egyébként. Én még nem láttam például olyan medvét, ami megpróbálta volna mondjuk jobb oldalról berúgni a Simpsont. Nincs olyan egyébként. Abszolút. Mindig csak leértékelés, akkor megy a lindbe. Mindig csak azt látom, hogy mindig odaáll baros. És már megy is. És már megy is. Nem, de tényleg, a baromi okos. Tehát, hogyha három napig vadászol rá, és kirakod a húst, és előtte egy nappal ott voltál a lesnél, és hozzányúltál, nem jön oda, megfigyeli a húst, nem megy oda, éjszaka sem megy. Látod csillogni mindig a ízét, a kárcait, száv távcsöveket a bokorba, hogy nézd a medve. Na, ők mind mennék. Igen, ők mit kivételnék. Tényleg iszonyatosan okos. Tehát medvére vadászni nem egyszerű. Ugye hát Romániában azért csinálják, és nem egyszerű medvét elejtél, rettenetesen okos. Nem csak csinálják a medvét, az oda-vissza parti. Az nem játék, gyerekek, higgyetek el. Érted, azok mindenre ráfanyalodnak, hogyha fenn van a képen télelegeltetésen. Azt akartam mondani, ami szerintem egy nagyon fontos mellékzenge, hogy egy átlagos városi ember, igen, szerintem nem tudja megállapítani azt, hogy a medve felől, vagy a medve felé fúj a szél. Ebbe biztos vagyok. Most gondoljátok meg, mert eszedből jut, oké, ez a nagy. Igen, hitelem, hogy szélirányba. Igen, tehát... igen, hogy ne az irányodból jöjjön a szél, mert akkor a medve megérzi a szagodat. Inkább az ő irányából, az se sokkal jobb, mert azért egy medvének, pláne, hogyha már napok óta kergeti a nőstényt. Hát azt nem tudod, hogy hol a medve. Igen. Ugye? Tehát nem is tud szélirányba állni. De nekem mindig az elképzelés, hogy oké, nincs meg a szélirány, de ha jön egy medve, akkor ha én erőt sugárzok, akkor a medve megijed. Tehát nekem fix a ideám, hogyha találkozol egy nálad nagyobb állatnál, próbálj te nagyobbnak tűnni. Tehát valamit kezdj el hangosan üvölteni, rákiabálni, biceps pózba beállni. Egy pár crossfit edzés azért meg addig kell, hogy csinálsz egy ilyen biceps pózt. Még egyszer, ez nagyon félelmetes. És a medve így rád néz. Ez kész van, na húzzunk innen vissza. Tehát, hogy biztos mérgező a húsa. Nézzük, nézzük a példát. Mit csinál a kicsi hal? Felfújja magát. Mit csinál a kis kutya? Ugat, torokra megy. Igen. Mit csinálsz, ha összefutsz egy T-rex-el vagy egy medvével? Ugye, tűnjél erősebbnek. Tehát az orszarúval is, érted? Hitesd el, hogy te vagy a falka vezér. Legy te nem vagy a domináns. Nem hogy az orszarvúk is falkában él. Te vagy a falka vezér. Te vagy a domináns. Nem egyszerű. Hát attól függ, hogy milyen medvével találkozol egyébként. Mert én mondjuk találkozok egy átlagos medvével, elkezdek ott egy jaszkalizni, rögtön gondolom, hogy nézd már, kis csicska, hogy rajoskodik. A kis bocs. Hát az, mert téged elfog a medve, és berak a hónalján, a hónalstiknek. Bedörgöli meg két hónalját. Bedörgöli a hónalját, eldob, aztán megy tovább. Csináld azt, hogy kerülj te a medve mögé. Egyébként az nem rossz. Igen. A támadás. Uh-huh. De hogy mondom el Vikinek? Az lesz a legkisebb bajod a végén. Zabos asszony, hogy mondjam el, hogy egy medve. Ezt akartad? Tiltott határát lépni! Sajnos! Ezt majd kenegetheted két hétig, akkor sem múlik el. Hogy? Itt van Hanga Zoltán. Halló, jó reggel! Szia, Zoli! Na, végre valaki. Hello, sziasztok! Hello, figyelj! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Mi is téged nagyon nagy, soha el nem múló tengermély tisztelettel. Figyelj, Zoli, csak egy rövid, visszautálnánk az előző témánkra. Ugye nyilván már sokan megkérdeztek ez ügyben, hogy mi a magyar protokoll, tehát ha ne adj Isten, itt valaki belekeveredik, vagy odaugrik, vagy öngyilkos akar lenni, és bejön az oroszlánok közé, ki adja ki a kilövési engedélyt, hogy mi történik ilyenkor, ez hogy megy? Hát ilyen esetre van egy intézkedési terv, ahol ugye nyilván többféle eszközünk is van, és ezek között az altató puska mellett természetesen az éles lőszerrel felszerelt puska is szerepel.
Ugye mindig minden helyzetnél az az alapelv, hogy az emberi életet kell védeni, és utána pedig az állati életet, és ezután következik a vagyonbiztonság. Ez nem a mi belátásunkra van bízva, nem egyszerűen jogszabályok így írják elő, tehát ez így megy mindenhol a világon, ahol ez egyébként természetesen. Az állatkertben vannak ilyen túsztárgyalók, akik mondjuk mit a medvének beöltözve bevennek, és akkor megpróbálják elcsalni. Igen, brumma. Azért szerencsére ilyenre nem nagyon van szükség, de azért ez egy érdekes dolog, mert ugye most is mindenki arról beszél, hogy hát most akkor kellett lőni, nem kellett lőni, mi lett volna a helyes megoldás, és arról kevésbé van szó, hogy egyébként hogy került be a gyerek a gorillával. Ja. Mi erről beszéltünk 10 percig, hogy igen, persze. A világ állatkertjében egy évben kb. 100 millió olyan eset történik, hogy ember elmegy és gorillát néz, és mondjuk évtizedek alatt, amióta meg gorillát bemutatnak állatkertekben, ilyen milliárdos nagyságrendben volt ilyen eset, és ehhez képest eddig kétszer tudunk olyan esetről, hogy gyerek beesett volna állatkertbe gorillához, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy mindennapos és a gorillák állatkerti bemutatásából szükségszerűen következő esemény. Igen, hát ez a jó kérdés, hogy hogy kerül be? Korláton átmászás gyerek föltétel a felvédre, aztán elengedése, meg ilyesmi történhetett, úgyhogy leginkább ezt kell megelőzni, és hogyha a budapesti állatkertet megnézi az ember például a medvék fölötti terasznál, ahol mondjuk ilyen lehetőség lett volna, hogy aki fölteszi a gyerekét a melvédre és hagyja, hogy ott egyensúlyozzon a medvék fölött, ott azt tulajdonképpen le is hálóztuk, hogy ugye van egy ilyen dolog, hogy nem csak az ellen védjük az embereket, ami nyilvánvaló, hogy legyen védőkorlát, hogy ne tudjanak a veszélyes állat hatókörébe kerülni, hanem időnként az embereket még a saját maguk, hát már bocsánat, de butasága ellen is védeni kell, mert ugye ha van védőkorlát, azt általában az emberek többsége tiszteletben tartja, de van, aki megpróbál azon átmászni, és régen ilyen, biztos emlékeztek, ilyen hegesztett csőkorlátok voltak, azon viszonylag könnyű is volt átmászni, most meg vékony drótszál van helyette, ami elég nyakda ahhoz, hogy könnyen át lehessen mászni, sőt van, aki azt hiszi, hogy áram is van benne, és akkor még tartja is a távolságot. Úgyhogy ilyenekre is oda kell figyelni egy állatkertben, hogy néha egyes látogatók a saját magukkal szemben. Persze, igen, abszolút ilyenek, igen. Engem egyszer egy osztálykirándulásra a 8-osok bedobtak a szurikáták közé, de szerencsére nem történt tragédia. De most volt olyan, aki tényleg beugrott a szurikáták közé, és mikor szóltunk neki, hogy nem csak az, hogy legyen kedves, jöjjön ki, hanem úgy érdeklődtünk is, mert mi is kíváncsiak voltunk, hogy hát mégis hogy mondott. Akkor mondta, hogy nem volt kiírva, hogy nem lehet bemenni. Kicsit barátkozik, persze, megnézi a barlangrendszerüket. Nem kell azt a következtetést levonni, hogy a közönség általában ilyen, csak a nagy számok törvénye szerint, hát évente 1 milliónál is több látogatunk van, olykor azért vannak ilyenek, és ez is a tanulság, hogy nem véletlenül vannak a védőkorlátok, és hogyha valaki átmászik rajta, nem azért szólunk rá, mert mi mindenáron ilyen poroszos rendet akarunk tartani, nem tudom, a hatalmunkat akarjuk fitoktatni, hanem tényleg ez mindenkinek, persze, az állatok, meg az emberek védelmét. Ez egyértelmű. Ilyenkor egyébként, ha ez lenne, és mondjuk le kell a szülő miatt, vagy a gyerek miatt lőni egy oroszlánt, akkor utána azt a szülő neki kell fizetni? Hát ilyenre még nem került sor, hogy ezt érvényesítettük volna, úgyhogy igazából ebben nincsen precedens és nincsen tapasztalatunk. Ugye ami egy ilyen esetben először történik, és a gorilláknál is, itt egyébként Cincinnatiban is ez történt, illetve 25 éve Jersey-n is, amikor egy hasonló eset volt, ugye először kinyitják az ajtókat, hogy a gorillákat behívják a belső férőhelyre. Itt is ez történt, és a nőstények bementek. Ugye Jersey-ben is az történt, hogy oda ment a hím a beesett gyerekhez megnézni, hogy az jelent veszélyt a csapatra, és mikor látta, hogy nem, akkor ott maradt és őrizte. De a gondozók behívták először a nőstényeket, és akkor utána, mint egy utóvéd, bement a hím is. Itt, és ugye ez az eset, amit először kell csinálni, aztán lehet még locsoló tömlőt is bevetni, meg egyéb hasonló dolgokat, hogyha a helyzet úgy hozza, meg aztán persze altatópuskát, és akár golyós lőfegyvert is, megint csak a helyzet úgy hozza. De úgy itt az volt a probléma, hogy itt is azzal kezdték, hogy beengedték a gorillákat, és a nőstények valóban be is mentek, viszont a hím az kimaradt a gyerek. És akkor ezután volt a probléma, hogy na jó, van, oké. Te láttad a felvételt, ugye? Jól van a gyerekkel, de mi lesz majd később? Te láttad a felvételt, ugye? Így van. Barátkozik, nagyon helyes egyébként, szegénykém, nyilván bánthatta volna, hát csak fölkapja a szegényt, oda nyomja valami ezt a gyereknek, azonnal vége, de hogy tök cuki volt maga az állat, fölemelte, kiemelte a vízből, kicsit alányult, tehát ilyen apai ösztönök munkálkodtak a gorillában, nagyon helyes volt. Igen, ez egy tanulságos dolog, mert sokan viszont talán a King Kong mese nyomán is azt gondolják, hogy hát ha beesik valaki a gorillához, arra kell számítani, hogy na majd jön és széttépi a vadállat, és inkább az a jellemző, hogy oda megy, először meg kell nézni, megnézi, hogy a csapatának kell-e tartani attól, és amikor látja, hogy nem, akkor viszont ott van vele, őrzi, és hát időnként kíváncsi is rá, és akkor elkezdi vizsgálgatni itt a videókon is, ez látszott. Csak mondom, itt az volt a probléma, hogy szemben a Jersey esettel, amikor
Miután már minden gorilla biztonságban volt, akkor a hím is visszahúzódott, hogy nagyon akkor oldják meg ezt a szituációt az állatgondozók. Itt azért nem ez történt, tehát a hím gorilla továbbra is kimaradt a gyerekkel, és akkor ugye hát valamit azért lépni kellett, mert ez nem maradhat így örökre. És hát ugye azért nem lehetett könnyű annak a helyzete is, akinek ebben az esetben dönteni kellett, mert hogyha altató puskával belövi, akkor előfordulhat, hogy ez a barátságos viselkedés a gyerek iránt egyébként megszűnik, hiszen az altató puska nem hat azonnal, és hát az azért ellenreakciókat vált ki az állatból. Csimpánzoknál régebben előfordult, hogy amikor a farukba lőttek egy ilyen altató lövedéket, aztán kikapták a farukból, és egyből visszadobták az állatorvosra. Ezért is kellett kikísérletezni. Ez állat, az altatorvos megy, nem maradt benne az anyag még véletlenül sem, mert akkor esetleg megvadul. Csak ezért kellett külön csinálni, hogy egy ilyen gyereknek látszó tárgyat ledobni, és akkor a gorilla mérges lett volna, és visszadobta volna a gyereket. Aj, Istenem. Na, sajnálja az ember. Ezt, hát igen, ez a felnőttek hülyessége miatt komolyan a múltkor is az öngyilkos ember, aki bement az oroszlánokhoz, hogy mindig tényleg az állat szívja meg a végén, és hál' Isten a gyerek túlélte, de hogy szóval egyszerűen szörnyű tényleg, hogy milyen buták az emberek. Hát hál' Isten állunk, azért ilyen nem volt, meg remélhetőleg nem is kell erre számítani. Zoli, köszönjük szépen, jó munkát nektek! Köszönöm szépen! Köszönjük! Hello! Köszönjük szépen, Hanga Zolina! Köszi, ciao, ciao! Szépen terelt, azt nem tudtuk meg, hogy mennyi az oroszlán. Igen. Nincsen, ő ezt sokszor elmondja, tudod, hogy nem de tudod. Most, ha tényleg az áll fönt, amit te mondasz, hogy ha le kell lőni miattam egy oroszlánt is ki kell fizetni, akkor mit fizetek? Nem, állatkert, ezt egyszer elmondta Zoli nagyon rég, hogy állatkert és állat között van deal. Tehát azt mondom, hogy nekem van egy oroszlánom, adjál érte két elefánt, ott nagyon hiányolják az oroszlánt. Két ja, bocsánat, jó, most nem rosszul ragoztam. Bocsánat, csak el kell mennem kenyér, jó? Igen, és az oráng után pedig veszel egy kígyót. Igen, és először megveszed az oráng után pedig. Nem. Csak ki kell mennem most, mert megjött, elmegyek gyömbér. Nem baj? Jó, mindenképpen szaladj. Nem, tehát az van, hogy mit, van egy vízilovad, és akkor adsz érte két flamingót. Vagy van három sisakos kazuárod, és akkor adsz érte három örvösvedvét. Tehát nem lehet így behatárolni, hogy mondjuk egy ezüst hátú $1 millió, mert nem fizeti ki neked senki, dílelnek egymás között. Uh-huh. Csere alap. És egyébként olyankor, hogyha mit tudom én például, hogy kénytelen kellettelen tényleg bekövetkezik ez a tragédia, hogy mondjuk ki kell lőni egy oroszlánt, akkor az oroszlánnak a bőrét azt szerintetek felküldik a karmelitákhoz? Jézus! Valamelyik kandalló elé. Biztos, hogy ott lesz. Voltam fönt a várba, újítják erősen, úgyhogy hát, szerintem oda mindent felküldenek. És mindenkit le, aki nem oda való. Na jó, lezártuk a témát. Lezártuk a témát, házasugrást játszunk már is egy hallgatónkkal. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Zoli vagyok. Halló, Zoli. Zoli, honnan hívtál minket? Budapestről. Milyenek a kérdések, Janim? Könnyű. Könnyű? Áfenét egyébként marha nehéz. Szerintem most ez nehéz. Na, én szeretem, nehéz. Mikor kemény vagy, mikor egy puha vagy, azt nem szeretem. Most hétfőre nehezeket írni. Köszi. Mi? Most hétfőn a nehezet, legalább szerde. Mit arcod? Semmi mehet. Figyelj, Zoli. Jó, az jó. Az. Így szól az első van kérdés. Net. Melyik a földközi tenger legnagyobb szigete? Legnagyobb szigete... Szicília. Így van, te jó vagy, nem is nehéz. Jó vagy, látod? Tényleg nem volt annyira nehéz. Megkönnyebbültél? Igen. Kifújtad a levegőt. Nagyon kisek jó lett, igen. Így van. Menjünk tovább? Igen. Baseball sapkáért, Morning Show baseball sapkáért. Igen. Így szól a második kérdés. Melyik világhírű énekesnő slágere a Dark Horse? Katy Perry. Így van, Katy Perry. Az Dark Horse. Beszélgetünk róla 1,4 milliárdos nézettséggel. Ott már az egy csenget a YouTube, nem? Hát van ez kis... Így van. Még a Hunadalnak egy picit gyúrnia kell, de egész jól áll. Mi legyen a harmadik kérdés? Menjünk neki. Melyik században élt Toldi Miklós? Így szól a kérdés. Melyik században élt Toldi Miklós? Igen. Azt mondja, hogy tizen. Az így van. Eddig jó. Ez jó. Hát ez most egy kicsit. Mondj valamit, mert lejár az idő. Oké, 15. Petit. Nem. Majdnem, 14. 14. Jó. 14. Akkor marad a bum. Marad a bum, így van, mennek az ajándékcsomagok. Jó. Ó, oh, de lassan reagált. Lassan lőtt el. Jó. Mit mutat? Nem érez. Hát semmit. Nálatok? Sajnos nem. Nem.
Sajnos nem, pedig nagyon szimpatikusan játszott. Nem szereti a hétfőt. Köszönöm, hát igen. Zolikám, legközelebb. Rendben, köszönöm szépen. Ciao. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 3-4-10 lesz pontosan, 2 perc múlva. Egy pici szünet csak. Nem tart sokáig, aztán jövünk már is. A nap legjobb pillanata, jó? Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3-4-10 múlt pontosan. Egy perccel már is mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Fölhívtuk, fölhívtuk a drága Kovács Lacinkat. Így talán nem mindenkinek ugrik be, hogy ki ő, de ha elmondjuk, hogy ő az, aki minden harmadik, negyedik hónapban kitalál valami teljesen beteg túrát magának, és ezen megpróbál végigmenni. Ő ugye már átment Malajzián egyedül tutajon és gyalog, az Arab Emirátusokban a Rubelkáli sivatag átszelte, ugye a sivatagot átszelte, szintén gyalog, téli sarkörön, a sarkörről indulva elindult, tehát mindig kitalál magának valamit, ahogy egyébként most is, és hát ugye készül átkelni a világ legnagyobb sósivatagán, Bolíviában. 3000 méter magason, útjába esik két vulkán, 6000 méter. Hát azért csak nem kerülné meg, miért kerülné meg, hát csak toronyira. Mert hülyeség, mert úgy hosszabb érte. Egyértelmű. Hát, igen. És fölhívtuk, hogy mondja el nekünk, mikor indul, mire készül, és milyen kalandok várnak ott rá. Egészen eszement emberünk, de nagyon kedvei, mert közben pedig egy nagy felfedező. És a beszélgetés végén derült ki, hogy mezitláb teszi meg. Ja, ennyi. Egyébként ráadásul neki tényleg az elszántság, mert csak két dologra van szükség. Négy ütemű fekvőtámaszokra és egy szaunára, mert hogy így készül. És már jó lenne egyébként, hogyha valami szauna forgalmazó vagy gyártó cég megtalálná a főszponzorként, mert mindig a szaunám. Lacival beszélgetünk, pénteken indul, úgyhogy föl is hívjuk egy hét múlva, rácsörgünk majd a műholdas telefonján, hogy hogy áll most. Beszélt az útról, és hát a körülményekről, hogy mi vár rá ott hamarosan. Valamint megbeszéltük, hogy milyen nehéz. Úgy indult, hogy milyen nehéz nekünk, aztán kiderült, hogy csak milyen nehéz nekem, mert nem álltatok mellém. Igen. Ha az ember elhagyja egy hétvégére a jegygyűrűjét, és megpróbálja titokba tartani, ám ez kiderül. És próbáltam segítséget kérni tőletek, hogy a nők vajon miért stresszelik túl ezt a jegygyűrű kérdést egyébként, de kiderült, hogy hát azonnal, hát azonnal ahogy lehetett, elárultatok, kihátráltatok mögülem, és nem adtatok igazat picit nekem, hogy szerintem picit hátba is szúrtatok, igen, hogy a nők nem teljesen normálisak, ha jegygyűrűről van szó. Erről beszélgettünk, hogy mit tud ilyenkor egy férfi csinálni, ha rájön, hogy hibázott. Ez van Mr. Flip-flop. Így jártál. Mutatjuk már is a nap legjobb pillanatai. 4 perc van pontosan, 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok, így integetek a jobb kezemmel. Hagytad már el egy gyűrűdet? Képzeld el, hogy még soha. Soha? Mert ő szereti a feleségét, látod? Nem, mert ilyen nap a retteg. Az viszont három ilyen puha pöccsel ülök itt, komolyan mondom. Az viszont hát, nagyon gyanús, hogy az esküvő után egy fél évvel a Laurának a kezéről eltűnt a gyűrű. És azóta se vette föl? Nem, az, hogy elveszett, tehát elment vásárolni, és gyűrű nélkül jött haza. És hát mondtam neki, hogy hát ilyenek vagyunk mi férfiak, érted? Hogy ha amíg azt látjuk, hogy gyűrű van a nő kezén, addig nem érünk hozzá. Tehát valószínűleg ezért kellett levenni, hogy azt mondta neki egy férfi, addig nem térdelhetsz elém, amíg rajtad van a gyűrű. Hát azt hittem, hogy legalább te elhagytad egyszer. Egyedül maradtam ezzel a történettel. Nem, ráadásul, ha megnézitek, akkor tehát, hogy ennél jobb nem kell. Tehát, hogy van egy tetoválás is, hogy azt nem, már végképp nem tudom elhagyni. Érted? Hát akkor tessék, tetováltad rá. Mit tetováltál be? Ellenálltam, de nem sikerült. Segítség, help. Igen, help me. Végtelen jel, nem? Igen, végtelen jel. Nekem is az van, a gyűrűből belülről egy végtelen jel, bele van gravírozva. Jó van, átraskó. Ott a végtelen jel. Ne, hát ez bármikor ebben egy jó ötvös, csak tehát ki a felét legalább meg tudjuk. Lejön belőle, mit tudom, egy 8-as vagyok. Hát. Hívjuk a nap hallgatóján. Ja, nem hívtuk. Mióta vagytok együtt? Ki? Vikivel. Ki az? 8 éve, de többnek tűnik. Igen? Mert úgy is lehet értelmezni, hogy nem egy végtelen jel, hanem egy 8-as. Akkor pedig... Nem, ez egy végtelen jel. A síri kínoznak. Végtelen. Nem engedlek el tőlem, nem szabadulsz. Morning show. Az bizony. Á, rutinos róka. Jó, jó reggelt, hogy hívnak? Hello. Tamás vagyok. Hello. Hello Tamás, azt írtad nekünk. Lehalkítod? Ú, ne csináld ezt velünk, léci. Lehalkítod a rádiót? Igen. Kösz. Ennyire ne örülj. Azt írtad nekünk, ha medve elveszíti egy gyűrűt, akkor már nem lesz jegyes medve. Igen. Nagyon fáradt, de szerettük, úgyhogy te vagy a nap hallgatója, ráadásul mondtad, hogy morning show, úgyhogy... Úrra, köszönöm szépen. Merre hallgatsz minket, Tamás?
Hát most éppen Soltarkerten vagyok úgy közben, úgyhogy azért voltak is bizonytalanságban, meg kellett állnom az autóval, mint szabálykéleti állampolgár. Ja, hogy közben mondtad, hogy morning show, és közben jobbra leparkol, leáll gyorsan. Igen. Oké, jól van, küldjük az ajándékcsomagot, plusz van egy-két ajándékod, még a reklamblokkot, ha meghallgatod, akkor kiderül, hogy mi. Jó? Köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgatsz. Sziasztok, hello. Hello. Ciao, hello, gratulálunk. Csabi, és meg lett egyébként a jegyűrőjel a urának? Még nincs meg. Ja, még nincs még meg. Mindig nincs meg. Nézzetek meg a találtárgyak, aztán hát a bevitt egy férfi urológus. Beszélhetek-e a klassz nyárról nektek? Minek? Már mi megyünk, nem? De dolgunk van. De azt képzeljétek el, hogy ezen a héten minden nap három világsztár buliára lehet jegyeket nyerni, és ez óránként változik, és ezért érdemes figyelni, mindig az óráján elmondom, hogy na most akkor kijön. Ezen a héten Wiz Khalifa, Alle Farben, Axwell és Ingrosso. Muszáj volna tudnom, kik ezek az urak? Wiz Khalifa? Akkor... Én már a Burj Khalifát ismerem, így van, amikor Dubájban megyünk. Én is szeretem, nagyon, a diák sem még ők kifejtettek. Érdemes volna hallgatni, hogy egy kicsit a Klassz FM-et, akkor megismernétek, hogy kikre mozdul meg. No, azt tudtam, hogy Axel összeállt az ACDC-vel, de Axel összeállt az Ingrosszóval, és most már mindenhol eladja magát. Komolyan mondom, most az Axel is hihetetlen. Menjetek gyorsan haza. Hallgassátok ezben a Klassz FM-et, és akkor megismeritek ezeket az embereket, akikre az egész világ megmozdul egy-egy fesztiválon. Axel és Ingrosszóra? Igen. Így van. Tényleg? Igen. Igen, és mindenképpen menjetek részek Afrikába, és ott egy csomó óbázis van, ahol ez egy általános nevezetű Wiz Khalifa. Hát Csabi, te tudod. 555-500 ez a telefonszám. Te kerested a bajt. Így van. Hallgass sokat őket. Akkor majd. Holnap 6 órakor érkezünk. Szép napot mindenkinek. Szevasztok! Hello! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.